Hello, hello, sziasztok! Ciao, sziasztok! A pontban 14:00, ezt most így a második streambe is sikerült tartani, úgyhogy már most örülök, mert kicsit a kamerát még módosítgatnom kell. Igen, tudom, mi nem teljesen tökéletes a setupunk, úgyhogy én is csak most látom magamat, amikor elkezdődik az adás, és látom, hogy például túl lefelé néz a kamera, mert mindjárt csinálok valamit. Lehetséges, igen. Bocsássatok meg, hogy ezt most így élőben állítgatjuk, de hát sajnos addig nem látjuk. Már lehet, hogy be lehetne állítani, mert OBS-ban is vannak mindenféle stúdiómódok, de mi is így élőben látjuk meg, hogy nézünk ki. Igen. Szóval most még visszaolvasva a chatet még abszolút kezdetektől. Szkál, láttam, hogy tetszett neked az intro. Nagyon köszi. Így elképzeltük, és elég jól sikerült olyanra, mint amit elképzeltünk, úgyhogy én is elégedett vagyok vele, bevallhatom. Igen, ezt Norbi csinálta, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon stílusos lett, úgyhogy király jól összeraktad. Na, köszi. Igen, és jó látni a neveket, Sensei, Kálmán, Lagdragon, Skull, természetesen Mário is itt van, sziasztok! Igen, ezek szerint visszatértetek a tegnapi után, ami azért eléggé ilyen kezdetleges verzió volt, bár egyébként én több problémára számítottam, és nagyon-nagyon örültem, hogy egész jól sikerült. Na. Igen, technikailag szerintem jó volt, visszanéztünk belőle elég sokat, kicsit a hangerőkön javítgattunk, meg az overlay-eken, meg hogy a kamerák hogy álljanak, meg hasonlók, de hát ez egy ilyen dolog, szép lassan csiszolódik. És ki tudja, ha egy hónap múlva majd megnézzük, lehet, hogy egy teljesen más stream lesz, egy sokkal professzionálisabb. Igen, elég apróságokat állítottunk itt a chaten is, valószínűleg észre sem veszitek a különbséget, de na mindegy, a lényeg, hogy majd még csiszolgatjuk. És ja, de igen, például azt látjátok, hogy most már fekete itt a névkiírás, és nem kék, hát majd meglátjuk, hogy melyik a jobb. Bizony. Nekem így ez a fekete jobban tetszik talán. Most nekem is, az most így bejön. Ez bejön? Tetszik, jó ez. Hát Kálmán írja, hogy visszanézel, azért elsőre elég profi lett. Na, ezek szerint visszanézted az egészet tegnap? Na, és... Hát igen, azért élőztünk már, mondjuk főleg YouTube-on, de hogy nem vagyunk teljesen tapasztalatlanok. Szerencsére azért sokat át tudtunk menteni abból a tudásból, de azért maga a Twitch az baromi újdonság nekünk. Tehát egy annyira máshogy működik, mint a YouTube, annyira sok beállítás van, hogy azért az azért durva, elég szokatlan. Bizony. És jó, tudom, hogy ez még csak a második adás, úgyhogy furcsa ilyet mondani már szóval, na, nem tudom már, hogy kell ragozni, de még az, hogy furcsa így ennyire hamar mondani, de hogy még mindig annyira izgalmas megnyomni a Go Live gombot, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mikorra válik majd rutinná. És ezért mondom, hogy a másodiknál még logikus, hogy nem lett rutin, de hogy vajon amikor Nessai mondjuk 800-adjára nyomja meg ezt a gombot, akkor még izgul vajon? Na ezt majd tőle megkérdezzük valamikor, mert én is kíváncsi lennék, de én is nagyon izgulok. Ugye ráadásul van ez az intro, és a végén ez az intro zene így pörög fel, hát akkor én is pörgök fel, úgyhogy itt azért elég, izgulok én. Izgi, és most Insta Story-ba is kiírtuk, hogy most egy ilyen Suezi csatorna szimulátort ki fogunk próbálni, úgyhogy biztos sok új néző is van, úgyhogy titeket is üdvözlünk. Jó lesz most így aki nem tudja, annak elmondom, hogy mostantól hétköznaponként délután 2-től 4-ig mindig élőzni fogunk, és különböző dolgokat tervezünk csinálni. Van, hogy játszunk, van, hogy ilyen szimulátorokat fogunk kipróbálni, van, hogy csak beszélgetünk, úgyhogy ha tetszik nektek, akkor majd holnap is csatlakozzatok. Igen, ugye... És maradjatok most is itt persze, még 2 órát itt vagyunk. Aki esetleg tegnap nem volt itt, azért remélhetőleg sok ilyen lesz, az... Szóval ez az igazi első streamünk, bár tegnap már volt egy ilyen próba adás. De jó vagyok, hogy hívjuk másodiknak? Nem tudom, hogy ez most elsője vagy, nem? Hát nehéz. Hívjuk elsőnek is, akkor több hibát lehet véteni. Igen, alapból így terveztük, hogy április 1-én kezdünk, mert mégiscsak ilyen bolondok napja van. Na, majd erre is kitérünk mindjárt egy kicsit egyébként. Na, de akkor a chatet egy kicsit most átnézem, mert ahogy beszéltük tegnap is, hogy ha érdekes módon, ha a saját streamedben vagy, sokkal nehezebb figyelni a chatre. Úgyhogy nagyon... Még így az agyamat így ketté kell szakítani, de szerintem bele fogok jönni. Gyakorlunk. Most rájöttem, most áttettem az egyik monitorral a másikra a chatet, és így sokkal jobb. Szóval most a kamera felé nézek, és tudom olvasni azt is, amit írtok, úgyhogy már most így a második nap fejlődik a technika. Kálmán írja egyébként, hogy már sokszor streamelt, de minden egyes startnál para van. Hát akkor lehet, hogy ezt nem lehet elmulasztani. Hallottam egyébként már ilyen színházi színészektől, aki 50 éve színész, és még mindig izgul az előadás előtt, szóval lehet, hogy ez tényleg nem múlik el soha. Igen, de azt is hallottam egyébként, hogy akkor jó, hogyha nem múlik el az izgalom. Mert hogyha már elmúlik és rutinná válik valami teljes mértékben, akkor már így a passion hiányzik belőle, és az azt jelenti, hogy kiégtél gyakorlatilag. Igen. Na majd ne kérdezzük Nessait, kíváncsi vagyok. Na és Legdragon közben mondja egyébként, igen, hogy most pénteken lesz stream, tehát az mikor? Az holnap van? Vagy igen, holnap igen. Hát tudom, milyen nap van. A csütörtök van. És hétfőn viszont nem, hétfőn azért húsvétolás, de kedden akkor visszatérünk. Sőt, kedden én fogok visszatérni, mert Márk valami lótáborba megy. Ne kérdezzétek, miért van kedden egy lótábor, de van, és ott leszek. Majd szerdán elmesélem, hogy milyen volt. Én sem tudom, mire lehet számítani.
Na, és akkor még visszatekerek egy kicsit cseten, a Brates írja, hogy Instáról jött, na tök jó, akkor ezek szerint sikeresen kiment a sztori. Ja igen, Tapmancs írja, a tegnapi live-nak a vége volt a legjobb. Hát, azt elrontottuk. Ugye megraideltük Nessite a végén, és nem tudtuk, hogy működik a raid. Egyébként elég hülyén működik szerintem, de ezt már te csináltad. Hát igen, szóval megnyomtuk, hogy raideljük Nessite, és visszaszámolt 10-től a cucc. És lement 10, 9, 8, 0, és gondoltuk, hogy akkor elkezdődik a raid, úgyhogy elköszöntünk nullánál. Igen. Viszont kiderült, hogy olyankor átalakult a 0 egy gombá, amit megint meg kell nyomni, hogy elkezdődjön a raid. És emiatt sokan láttátok, hogy milyen kínos volt, hogy azt hittük, hogy már vége az adásnak, mi meg így némán ültünk. Hát igen, és még ott sem lett vége az adásnak. Na igen, de ezt sokan nem tudják, hogy kétszer is elrontottuk. Szóval amikor végül sikerült a raid, és átmentetek Nessaihoz, kiderült, hogy utána is meg kell még egyszer nyomni egy másik gombot, hogy vége legyen a streamnek. Úgyhogy ha visszanézitek a tegnapi adást, akkor az még hosszabban kínos. Igen. Van egy második ilyen csöndünk is. De inkább ne nézzétek vissza. Inkább ne. A végét ne nézzétek vissza. Az amúgy. Igen, a többit nézzétek, mert elképesztő Besiege játék volt. Ma viszont más lesz. Igen, na és akkor igen, a Skull írja is, a Mark gépéről megy a stream, de meg tudtuk oldani, hogy mind a kettőnk monitorja látszódjon, ha úgy van, úgyhogy remélhetőleg majd mindent lehet látni. Igen, és most látom, a nagyon sok új néző kérdezi, akkor szerintem ezt is most így elmondjuk, és akkor a streamben többet nem, hogy mikor lesz paródia, vagy valamilyen zenével készülünk-e. Az a helyzet, hogy most egy ideig valószínűleg nem lesz, mivel ebben a vírus helyzetben elképesztően nehéz bármit leszervezni, vagy forgatni. Szóval igazából van egy saját zenénk, ami teljesen készen van már, nem tudom, 3/4 éve kb. És nem tudjuk leforgatni a klipet hozzá, vagy nagyon-nagyon nehézkes lenne. Igen, igen. Úgyhogy amíg nem normalizálódik a helyzet, addig most ilyen új műfajokkal kísérletezünk. Mondjuk itt ez a livestream is ilyen, meg a mostani ilyen ismeretterjesztő videók YouTube-on. Úgyhogy mi is sajnáljuk, de kicsit azokra várni kell. Na egyébként közben Kálmán, vagy hát Skálmán feliratkozott ránk, úgyhogy nagyon-nagyon köszi a bizalmat itt szinte az elején, úgyhogy ez nagyon jó lesz, köszönjük szépen. És ebben a pillanatban még Csatakukac is feliratkozott. Igen, és rájöttem, hogy a fülhallgatómat elfelejtettem felvenni, és emiatt nem hallottam az alerteket, de nagyon köszönjük Kálmán neked is, és Csatakukac neked is. Jó a neved. Igen. És egyébként ezt így visszamenőleg látom, hogy még tegnap Dionis G feliratkozott valamikor este, tehát nem az adás alatt, lehet, hogy ezt nem mondtuk be. Csak azért akartam bemondani, mert azt hiszem így korrekt, vagy így illik itt Twitchen, hogy ha esetleg nem adás alatt, akkor is be legyen mondva. Igen, igen. Azt én sem emlékszem, hogy bemondtuk-e, de akkor így ez a biztos. Most már elvileg hallani fogjátok az alerteket is, mert itt kicsit állítgattam az OBS-t. Remélem, hogy most már jó lesz. Igen, igen, mondta Sky, hogy nem volt alert, de majd beadja. Jaj, na igen, a kisfilmek, kérdezitek ugye a csatornával, hogy kisfilmek mikor lesznek, mindegyikre ugyanez az igaz, mint a klipforgatásra, hogy most ugye semmit nem lehet sajnos csinálni, úgyhogy egyelőre most átálltunk erre a módra, amit, hát ugye főleg a Mark csinálja ezeket az ismeretterjesztő videókat, ehhez nem kell elmenni forgatni sehova, és jelenleg most ezt tudjuk megvalósítani, aztán majd meglátjuk, ha visszáll az élet normálba, akkor mi fog történni. Bizony, ez egy nehéz helyzet. De emiatt a helyzet miatt kezdünk el igazából most itt Twitchen streamelni. Úgyhogy lehet, hogy pár év múlva visszanézünk erre, akkor egy új irány kezdete volt, amit lehet, hogy még jobban fogunk élvezni, mint amit eddig csináltam. Abszolút lehet. És közben Hype Train is indult, Rianon 100 bitet csírelt. Nagyon történnek itt a dolgok. Igen. Köszönjük szépen, Rianon. Köszönjük szépen, Rianon. Hype vonat. Menő. Na és Túri Kriszti kérdezi, hogy telik a nap? Igazából... Az a helyzet, hogy erre a streamre készültünk egész nap. Szóval állítgattuk még itt a tegnapi tanulságok alapján a dolgokat, úgyhogy főleg ezzel ment el. Sőt, hát azért ezen elég régóta ezen gondolkozunk, hogy itt hogyan történjen a stream. Úgy értem a régóta, hogy már hetek óta, vagy gyakorlatilag majdnem hónapok óta, úgyhogy ezzel foglalkozunk főleg. Igen. Meg hát tényleg, ahogy mondtok, hogy ez elképesztően izgalmas nekünk, meg egy teljesen új platform ez a Twitch, úgyhogy órákat, napokat, heteket el tudunk ezzel nem szúrni, hanem hogy tölteni, hogy a beállításokat nézegetjük, emótokon gondolkodtunk, meg mindig rengeteg dolgot lehet kusztomizálni ezen a helyen, úgyhogy még tanulgatjuk, hogy mit, hogyan szeretnénk. Igen.
És hát amúgy meg április 1-e van, egyébként még itt erről már akartam beszélni itt a cseten is, hogy esetleg már láttatok ilyen viccesebb híreket, bár lehet, hogy most a világ nincs olyan nagyon vicces hangulatban, mert ugye szokott lenni ilyenkor így minden komolyabb cég is így beleáll ilyen furcsa dolgokba, hogy nem tudom, teljesen elmebeteg termékeket piacra dobnak, de persze kiderül aztán, hogy április 1-i tréfa az egész. Hát bizony, én most a stream előtt láttam a nagy hírt, hogy és szerintem egyébként ez minden évben megtörténik, de én most láttam, hogy megvan, hogy mikor jelenik meg a GTA 6. És akkor rákattintok, és valami, nem, el sem olvastam a cikket, de láttam, ilyen nagy van ott volt, hogy április 1-i tréfa az egész. És egyszerűen nem értem, hogy szerintem az újságoknak nem szabadna április 1-i tréfákat csinálni, hiszen, na mindegy, így a hitelességüket elég keményen vesztik a szememben. Igen, lehet. Egy pár napja olvastam, mert az meg túl hamar sült el az áprilisi tréfa, hogy a Volkswagent átnevezik Volkswagenre, mert hogy úgyis elektromos autókat akarnak gyártani, de ez valahogy túl hamar kiment a hír, és aztán túl hamar le is kellett offolni, hogy nem valódi, úgyhogy ez nem jött be annyira. Na, én annak láttam a címét, csak annyit, hogy átnevezik a Volkswagent. És nem, aztán nem olvastam el, annyira nem érdekel, de ezek szerint kamu volt. Na, kamu volt, de ott is volt ilyen, hogy a cég először meg is erősítette, hogy igaz, aztán visszavonták. Na mindegy, volt egy kis káosz, és ugye nem is április 1-én. Jajajajajaj. Na, közben Skál is küldett 100 bitet. Köszi, Skál. Nagyon köszi, Skál. Neked ezért sokat köszönhetünk már sok helyen, úgyhogy nagyon köszönjük ezt is. Igen, és az a helyzet egyébként, hogy nem hallom az alerteket továbbra sem, úgyhogy egy kis technikai problémával beleütköztünk így egyből, pedig tegnap az jól működött. Hát előfordul. Igen, meg szintén Kriszti kérdezi, hogy egy helységben vagyunk-e. Igen, emiatt lehet, hogy ez kicsit félreérthető, de hogy egymás mellett ülünk, tehát ezt tegnap is megmutattam, de ide át tudok jönni. Gyere, mutasd meg. Ja, itt már rosszat nézek. Bizony, egymás mellett ülünk, csak így könnyebb volt két kamerával megoldani, mint egy ilyen mondjuk kanapéra így nagyon közel összejöttünk volna. Igen. Ó, Marcellos92 is feliratkozott ránk. Uramisten, milyen pörgés van itt, köszönjük szépen. Köszi, Marcell, vagy remélem, hogy Marcell vagy, mert nem biztos, de... Marcellos, az ilyen jó spanyolos. Nekem a persze, dél-amerikai. Bizony, bizony. Egyenesen Brazíliából felszabolt Marcellos. Yes, mi lord. Igen, hype vonat átment level 2-re, ez nem tudom, mit jelent pontosan, de azt hiszem, ez nagyon jó, úgyhogy ez tök szuper. Közben Majonéz kérdezi, hogy Márk, gondolkoztál már azon, hogy tanár leszel? Gondolom most az ismeretterjesztő videók kapcsán került ez elő, ez a téma. Ez nagyon kedves, és nagyon sok kommentben írták, hogy sokkal izgalmasabbak a videók, amiket készítek, mint hogyha mondjuk egy órán ugyanazt a témát feldolgozza a tanár. És köszönöm, hogy ezt írjátok. Most logikus, nekem azért könnyebb dolgom van, mert szegény tanárnak éveken át kell vinnie mondjuk a történelmet. Nekem meg elég csak egy izgalmas szeletét kivágni is. Azt így nagyon pörgősen bemutatni, de örülök, hogy úgy látjátok, hogy izgalmas. Még sok tervem van, meg rengeteg témát összeírtam, úgyhogy még lesznek hasonlók. Majd lehet, hogy ez lesz az oktatás jövője. Lehet, hogy innen indul majd az egész. Igen. Közben egyébként jött egy értesítés, ami az Activity Feed-en nem jelent meg, és most kicsikét össze vagyok zavarodva, hogy jött elvileg egy feliratkozás, amit nem láttunk. Hát itt furcsa dolgok történnek. Itt furcsa dolgok történnek, csak nem láttam emiatt a nevét, úgyhogy nagyon köszönjük. Valahogy visszamenőleg majd vissza fogjuk nézni, és akkor... Mindjárt kikeresünk. Ja, és itt van Dianész is, akit mondtam, hogy tegnap adás után iratkozott fel, mert láttam, hogy beköszönt. Igen, egy kicsit le vagyok maradva a csettel, ne lepődjetek meg, szóval itt görgettem lefelé, de próbálok mindenre válaszolni. Úgyhogy szia Dianész, és köszi a feliratkozást. Tomi kérdezi, hogy lesz-e irodatúr. Na, az a helyzet, hogy az irodánk nem egy olyan óriási iroda, szóval most ne azt képzeljétek el. Valójában ez az irodatúr, ha elnéztek itt hátra, itt láttok mindent. Ennyi. Van még egy ajtónk, amit nem láttok, de az annyira nem izgalmas. Az összes stream gyakorlatilag egy irodatúr. Lehet, hogy úgy képzeltétek el, hogy van egy ilyen pankutya felhőkarcolónk, és annak a legfelső emeletén ez egy szoba, de nem, ez az egész. Egyszer majd remélem lesz az is, de most még nincs. Bizony. Na, közben látom, hogy működnek itt a... Szóval most megint jött egy értesítés, csak több perces csúszással van érdekes módon. Na, az jó hangzik. Úgyhogy ez furcsa, de akkor viszont meg tudjuk majd köszönni mindenkinek, úgyhogy jó lesz. Csak lehet, hogy egy kicsit késve. Igen. Gyokszik, kérdezi, mikor kezdünk el játszani? Hamarosan, még egy kicsit ilyenkor így átbeszéljük a dolgokat, meg ahogy mondtuk, nekünk még nagyon új ez az egész stream dolog, de aztán hamarosan belevágunk egy ilyen csodálatos játékba. Nem egyébként egy nagyon béna játékba. Egy ilyen szuezi csatorna szimulátor, de szóval én egy nap alatt fejlesztették, vagy egy ember fejlesztette, úgyhogy elég amatőr, de reméljük, hogy vicces lesz. És akkor meglátjuk, hogy melyikünk tud gyorsabban átmenni. Az a helyzet, hogy én még gyakorlatilag nem is láttam ezt a játékot, szó szerint 5 másodpercet láttam belőle, úgyhogy ezt Norbi kereste ki. Kíváncsi leszek. Szóval mit lehet róla tudni egyébként, hogy a fizikája az...
Az bármennyire is realisztikus, vagy ez inkább egy poén? Ne, ez egy poén, de azt hiszem a Suezi csatorna normálisan van lemodellezve benne, de azon kívül egy poén, meg azzal a hajóval megyünk, amivel kell. Az Ever Given-nel. De hát, na mindegy, igen, szóval nem kell várni ilyen nagyon elemézőt. De mindjárt akkor elkezdjük, hogy akkor ne csak beszéljünk róla. Jó lesz. Közben Kekerenyi? És feliratkozott, köszönjük szépen. Igen, itt Twitch-en nagyon nehéz az ékezetes nevekkel bármit kezdeni. Én valamiért Kekerenyinek érzem. Kekerenyi. Hát bármi lehet gyakorlatilag. Leírod nekünk kérlek chatre, és akkor legközelebb már tudni fogjuk. Közben látom, megérkezett... Hol is van? Deadly Cross is, már pro streamereknek hív minket, köszönjük szépen. És most pedig Akciós Margarin is itt van még a Vidman streamekben, sziasztok. Igen, Akciós Margarin írta, hogy lehetne Wreckfest, az ma nem lesz, de biztos, hogy valamikor ez is eljön, úgyhogy várható. Na, Élőlény írja, ja igen, mert azt akartam kérdezni, hogy ha ti hallottatok most ilyen április elsőjei vicces híreket, akkor azt az írjátok le, hogy mik voltak, és akkor azt megnézzük. Mert Élőlény írta, hogy egyszer megviccelte harmadikosként az anyukáját április elsőjén, de leordította a fejét, úgyhogy azok te nem csinál semmi hasonlót. Jó Istenem. Ezek nem mindig jönnek be, sőt, szerintem a legtöbbször nem jönnek be ezek az átverések. Bizony. Bizony, én sem vagyok annyira április elsőjei poén. Rajongó, csak összezavar minden évben, de ez ilyen. És közben Zeno HV is feliratkozott ránk, csak valami az alertek teljesen megűrültek itt most az OBS-ben, most kicsit ideges is olyan. Többen is írják, hogy az OBS ezt rendszeresen csinálja, hogy nem működik, úgyhogy... Ezt csinálja? Ja, akkor szuper. Jó, akkor jó, hogy ide költöztünk át. Nagyon köszönjük Zeno a feliratkozást. Igen, akkor a Turi Kriszti írta a jogos kritikát a dolgok, hogy izgalmas ugye az ismeretterjesztő videót, hogy izgalmasabb persze, mert a leghypoltabb dolgokról készítesz videót, és a tanárok pedig éveken át ugyanazt tanítják a diákoknak. Igen. Az a baj, Kriszti, hogy igazad, de nem tudok mit mondani. Nem, én tudok mit mondani. Szerintem az van, hogy nem biztos, hogy pontosan ugyanazt kéne tanítani, vagy nem biztos, hogy azt kéne tanítani, amit tanítanak. Szóval lehetne egy kicsit izgalmasabbra venni, és összességében lehet, hogy akkor is megtanulnál majdnem ugyanannyi dolgot, csak kicsit más témában. Yes, mi lord? Úgyhogy lehet, hogy én változtatnék azon, hogy miket tanítanak az iskolában. Hát vagy biztos, hogy néha-néha beletennék egy ilyen izgalmasabb órát, mondjuk a kalózokról egy kicsit beszélni. Igaz, hogy lehet, hogy a kalózkodás az nem a legeslegfontosabb téma így az élethez, de hogy egy kicsit néha így fűszerezze a történelmet. Nem rossz, az jó téma. Na, Petty Pokerface kérdezi, hogy multistream várható a másik streamerrel, Nessai barát vagy Vidman? Hát velük szerintem biztos, hogy várható. Ugye Vidmannel nagyon jóban vagyunk, és az ő streamjében sokat vendégeskedtünk az elmúlt egy-két hónapban. És hát Nessai-jal is jóban vagyunk, csak vele kevesebb, szóval vele még nem streameltünk közösen. De nagyon-nagyon segített most itt a Twitch indulásban, úgyhogy én abszolút úgy gondolom, hogy lesz majd multistream. Hero Gamer ír valamit, amit nagyon átérzek, hogy ő félne a helyünkben, hogy véletlen nem állítjuk le a streamet, és levesszük a napszemüveget. Hát igen. Az helyzet, hogy mi is félünk, úgyhogy van mindenféle technikánk, hogy amikor vége a streamnek, akkor letakarjuk a webkamerát, meg hasonlók, úgyhogy próbáljuk megtartani ezt az inkognitót, de aztán lehet, hogy egyszer el fogjuk rontani. Ez az élő adás varázsa. Már közben be kell gyorsulnom a csettel, mert le vagyok maradva így a válaszokban, úgyhogy most letekertem így viszonylag az aktuálisba. De igen. Elene írja, hogy adózási alapokat, politikai gondolkozást tanulni. Igen, szóval nem feltétlenül ez, hanem úgy általánosságban az, hogy úgy értsd a világot, szerintem az fontosabb lenne megtanítani, mint hogy pontosan mikor született a nem tudom melyik király. Szóval ilyen teljesen más hozzáállást képzelnék el az oktatásnál, de hát sajnos ezt nem én döntöm el egyelőre. Azt a milyen tervek vannak? Na hát, majd itt kiderülnek. Oktatási milyen. Miniszter, vagy milyen cél? Hát följebb. Nem akarok. Ha már valami, akkor legyen a top. Bizony. Igen. Láttam valami kérdést, azt keresem, vagy csak Kekerény írta, hogy a Play It házak voltak a legjobbak. Igen, szóval akkor sokan vagytok, akik már régóta követitek az idézőjeles streamer pályafutásunkat, amikor évente egy-két streamben voltunk. Igen, és mindig másnál vagyunk streamben, úgyhogy na minden, nekünk ez egy ilyen furcsa dolog, most itt elkezdtük a sajátot is. Cifra Gergő kérdezi, mennyi a nézői rekord, de ez a nézői rekord szerintem, mert ugye tegnap volt az első stream, de azt még sehol nem jelentettük be, és akkor ilyen 50-en voltunk kb. Hát most 300-an vagyunk, jól látom, az durva. durva, úgyhogy köszi, hogy ilyen sokan itt vagytok. Hát nehezebb is a csetet követni így már, de igyekszünk. Nehezebb, próbálkozunk. Na, Baja Gamer mondja, hogy például Photoshopot tanulnak suliban, ez igen, az hasznos, hogyha azt jól csinálják, mert nekünk is ilyen számítástechnika órán ilyen irgalmatlanul elmaradott módon tanítottak dolgokat, az nem volt annyira hasznos szerintem, de ha jól csinálják, akkor tök jó.
Nekem a számítástechnika órákból csak az maradt meg, hogy valahogy sikerült meghekkelnünk a LAN-t, és valahogy tudtunk Counter-Strike-ozni. Az csodálatos volt. És tudom, hogy ez nagyon sok embernek ilyen közös élmény, hogy a Counter-Strike-ot felrakták a számítástechnikai gépekre, és összerakták. Yes, my lord! És hú, ott emlékszem, olyan jó érzés volt, mondjuk, amikor a tanár mondta, hogy 5 percre kimegy a teremből, és akkor mindenki teljes nyugalommal tudott játszani. Aj, de jó volt. Az jó volt. Vako Goszkápa kérdezi, van-e kedvenc játékunk, amivel többet játszunk? Elég kevés kedvenc játékunk van, a Mark nagyon-nagyon szereti a Rocket League-et. Egyébként én szeretem a Warzone-t, de nem vagyok benne jó, és azzal nem is fogunk annyira sokat játszani. Mi van még kedvenc játék? Na nekem a legkedvencebb játékaim azok, amiket ilyen gimis években játszottam, szóval ilyen nosztalgia, az nekem akkora élvezeti értéket ad hozzá, hogy mondjuk a Warcraft meg a WoW, az nekem a top játék még mindig, úgyis, hogy már 10 éve nem játszottam őket, de esélyes, hogy majd itt streamben fogom. Hát figyelj, ki kell próbálni. Persze, persze. Igen, Paptörek írja, hogy azért a második Andrást arról mindenki tudja. Hát igen, az aranybulla, de az pont egy olyan évszám volt, amit úgy régen is megjegyeztem, pedig bevallom, Törin nem annyira durván figyeltem. Úgyhogy az egy ilyen jó, megérezhető évszám volt. Bizony. A feltörekvő magyar rappereket követjük-e? Itt kérdezi Ercarni, és persze követjük Tiddenit is, K. Kevint is, mindenkit nézegetek. Turi Kriszti kérdezi, hogy hogyan tudjuk kezelni a nagy hírnevet? Ez egy ilyen tök furcsa dolog, és egyébként én erről már évek óta szeretnék egy videót csinálni, és meg is fogom csinálni, ha egyszer összeszedem magamat. Úgyhogy majd YouTube-on nézz, és szerintem néhány hónapon belül lesz erről egy videó. Mi a ismertségről? Aha. Arról egy könyvet kell írni, mindenki azt szokta csinálni. Igen. Nem, annyira meg nem vagyunk ismertek, hogy ezért könyvet csináljunk róla. Hát majd nyugdíjas korodban. Jó, igen. Ez egy nyugdíjas korodban a pamkotya sztori, a színfalak mögül. Igen, a YouTube sötét oldala, meg ilyesmiket én is akartam, majd igen, a könyv címeket félrerakom egy ilyen listára. Nem, majd ha már nem annyira megy a csatorna, akkor állj át íróvá. Hát akkor kell, amikor így beleállt a földbe minden, senkit nem érdekel, akkor írogatok, emelek a tévébe, majd valamit izéhez. Pontosan. Szelep vagyok mencsin. Azaz be kell neki ilyen zsírrel, és akkor le kell csúsztam valami csúszdát. Jó az. Jó lesz az. Közben Dustomaten is feliratkozott ránk. Köszönjük szépen a bizalmat, már így a nulladik vagy első stream közben. Na, ez már első stream, a tegnapit hívjuk nulladiknak. Jó, akkor az első. Ja, igen, ezt nulladiknak hívni, az már tényleg nagyon az nagy lepő. Az már sértő. Köszönjük szépen. Dustomaten. Tényleg vigyázni kell a nevekkel, mert ráadásul ugye sokan olyan nevet választanak, hogy amikor felolvasod, akkor jöjjél rá, hogy valamilyen káromkodás lett belőle. Ezért úgy duplán elolvasok minden nevet. Igen, ez az élőzés egy veszélyes műfaj. Mert felolvasol véletlen, ha nem veszed észre, és felolvasol egy olyan nevet, ami kiolvasva undorító. Igen. És utána persze azt mindenki kivágja, és az elterjed, hogy miért beszélsz így. Na, Baja Gamer említi az Assassin's Creed játékokat. Főleg ezzel a Mark tud majd válaszolni. Én sem vagyok óriási Assassin's Creed-es, de az első 2-3-at végigvittem, és nagyon-nagyon szerettem. Főleg ugye az olasz Ezio-s vonalat, az nekem nagyon jó élmény volt. Egyébként a WoW-ot elég sokan próbálják rátpussolni, csak úgy mondom. Lehet, hogy lesz WoW. Nem most így eleinte, hanem már amikor már rutinosak vagyunk és csináljuk, akkor lehet, hogy néha beröffentem. De köszönöm a támogatást. És majonéz írja, hogy Pamkutya benne lesz 20-30 év múlva minden történelem könyvben. Hát azért a történelem könyvben nem hiszem, de remélem, hogy valami fennmarad rólunk valahol. Hát ha a monolit, már nem hiszem. Főleg a monolita valamit csinálni kéne még, hogy bekerülhessen valahova. Igen, egyelőre sajnos a kertünkben fekszik így viszintesen. Szétázva, igen. Igen, de rozsdamentes a cél, úgyhogy bírja. Ugyanúgy néz ki, mint régen, úgyhogy minden szuper. Ja, igen. Egyébként visszatérve még az Assassin's Creed-re, hogy szerintem ugye minden Assassin's Creed játék egy másik korban játszódik, és szerintem az egy kicsit olyan, mint amit én próbálok csinálni ezekkel az ismeretterjesztő videókkal, hogy úgy tanít történelmet, hogy közben szórakoztat. Igen. Tényleg van egyiptomi rész, van ókori Róma, van nem tudom, francia forradalmas, úgyhogy szerintem zseniális az Assassin's Creed. Igen. Közben Skerum írja, hogy korábban volt Pamkutya Show beszélgetős formáció YouTube-on, várható esetleg hasonló élőadás itt. Szerintem igen, én itt tökre gondolkozom, meg a Márka már sokat beszéltünk, hogy milyen módon lehetne ezt itt megcsinálni, és lesz szerintem. De igazából már most is ez történik, csak lehet, hogy egy kicsit konkrétabb témákkal lesz. Még keressük, hogy ez pontosan hogy fog működni, milyen arányban lesz játék, milyen arányban beszélgetés, meg egyéb dolgokat is tervezünk még.
Igen, de az fontos, hogy egyébként nem csak játszani akarunk hosszú távon. Persze szeretünk játszani meg mindent, de vannak ilyen idézőjeles műsor ötleteink is. Ilyen podcast-szerű dolgok, úgyhogy még mi is kitapasztaljuk, hogy mit szeretünk, ti mit szerettek. Menet közben alakul. Ezt az egy hónapot ezt mindenképpen ilyen tesztelésre szánjuk, itt minden nap mást fogunk kipróbálni, és akkor meglátjuk, hogy mi tetszik nekünk, mi tetszik nektek, és akkor ebből valahogy összekombináljuk azt, ami szuper lesz. Bizony. Közben írja Mark, szintén Elenefan Mark, hogy a Red Bull Pilvaker most már tananyag, úgyhogy bármi lehetséges, lehet, hogy mi is azok leszünk, és szerintem a Red Bull Pilvaker is egy elképesztően jó kezdeményezés. Igen. Az is hasonló, az irodalmat jól modernizálja, és olyan emberekhez is eljuttatja, akik egyébként nem követték. Hát szerintem, és ez egy magyar ember, szóval a Red Bullnak egy marketingesének az ötlete ez az egész, szóval ez egy tök saját találmány. Szerintem szuper. Bizony, bizony, nagyon szuper. Mm-hmm. Jó. Sok a chat komment, úgyhogy nehezen tudom követni, nem tudom, te hogy bírod egyébként. Nehezen, de örülök egyébként, hogy ilyen sokan írtak. Ja, én is nagyon örülök, szóval ez egyáltalán nem panaszkodásokat lenni. Kocsak kérdezi, ránéztünk-e a Scrap Mechanicre? Még nem. Tegnap ugye nagyon sok játék ajánlást kaptunk, de még nem tudtunk ránézni egyáltalán. Én egyébként nagyon gyorsan ránéztem egy fél percig, csak egy-két képkockát láttam belőle, és tetszett. Úgyhogy arra mindenképp rá fogunk nézni hosszabban is. Igen, Kriszti, hogy mikor a menetrendünk van, ki is van írva az intróba, tehát hogy minden nap most 2-től 4-ig vagyunk. Később majd ez lehet, hogy változhat, vagyis hogy változik, de most egyelőre eléggé ezt tartjuk, úgyhogy ezt most megszokhatjátok, és minden majd bejelentjük, hogyha ez megváltozik. Igen, de amúgy nem tervezzük megváltoztatni, vagy nem tudom, te mit tervezel, de ja, nem, csak összességben ezzel most számolhattak hosszabb távon, de a végig is valami változás van, akkor szólunk. Nem, persze. Csak olyan is felmerült, hogy esetleg hosszabb streamek lesznek, az is volt kérdés. Ja, meg, ja értem. Bármi előfordulhat, lehet, hogy... Na mindegy, bármi előfordulhat. Bármi lehet, pontosan. És közben egy új feliratkozónk érkezett, Oscar Fed, akivel már nagyon sokat találkoztunk a Vidman streamekben. Köszi szépen a feliratkozást. Oscar, igen, hát vele már sokat játszottunk Wreckfestet, úgyhogy nem mindig a legkedvesebb, úgy emlékszem, a pályán, de amúgy kedves. Bizony. És egyébként a sok új nézőnek mondom, hogy ugye azért sokat fogunk játszani itt a streamekben, viszont nem vagyunk profik, és ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ne erről szóljon majd a chat, hogy mennyire bénák vagyunk, mi csak egyszerűen szeretünk játszani, úgyhogy néha így közösen fogunk, akár veletek is, akár csak így ketten. Úgyhogy ezt majd ne alázzatok meg minket, kérlek, hogyha bénázunk. Igen, Máté írja, hogy nézzünk a Forma 1-et, vagy követünk a válogatott meccseket. Egyik sem, viszont most láttam egy nagyon jó dokumentumfilmet, ami Forma 1-es, ez a Drive to Survive, a Netflixen van, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Szóval most már 2 évadot megnéztem belőle, és most van még a 3. évad. Úgy van, hogy minden évad egy évről szól, tehát most az első évad az 2018-ról, és most a 3. évad meg 2020-ról, és baromi érdekes. Szóval nagyon jól összefoglalja ezeket a háttértörténéseket, de a versenyek is azért benne vannak, a pilótákat bemutatja így a háttérben. Mindenképpen ajánlom, szóval Drive to Survive Netflixen. Én is bele fogok nézni amúgy, mert nekem már mondtad, hogy milyen király, és tök érdekes, hogy alapból amúgy nem érdekel a Forma 1, de főleg a Netflix néha tud olyan dokumentumfilmeket csinálni, hogy azonnal beránt egy témába. Igen. Ami egyébként egyáltalán nem érdekel, mondjuk a Tiger King is ilyen volt. Hát, ja. Ami nem is hallottam, szóval nem, hogy nem érdekelt, hanem nem is tudtam, hogy ez egy ekkora nagy dolog, ez az amerikai tigris felvásárlás, meg magánállatkertek, és hát nem kérdés, hogy 2 nap alatt végignéztem az egészet, és imádtam. Nagyon izgalmas volt, tehát az fantasztikus volt. És pont most beszéltem valakivel, hogy pont 1 éve volt. Akkor kezdődött az eredeti Covid probléma, és akkor Tiger King az így összefonódott, szóval nekem így tökre benne maradt, hát az 1 éve volt. Kiszalai, vagy Kiszalai kérdezte, hogy hogy érezzük, elértétek a célotokat az életben, vagy van még hova fokozni? Na, nagyon mély kérdés, nagyon jó kérdés. Szerintem van még hova fokozni, bőven van még hova fokozni. Lehet egy kicsit más témában, tehát úgy mondanám talán, hogy a YouTube-on már azért elértük yes, a célunkat, sőt, hát ez igazából biztos. Igen. Sőt, YouTube-on nagyon durván túlszárnyaltuk. Ahhoz képest, hogy amit eleinte terveztünk. Igen. Igen. Szóval az mondjuk, hogy most nem tudom hány feliratkozónk van, 1,2 millió, én azt hittem, és a mai napig meglep, hogy ez egyáltalán lehetség. Igen. Én azt hittem, hogy teljesen lehetetlen, túl kicsi az ország ahhoz, de nagyon örülök, hogy nem így van. Igen, de a YouTube-on kívül még rengeteg cél van, egyébként ez tényleg egy kicsit így meg kellett találni, mert annyira YouTube-ra koncentráltunk, hogy talán én is azt éreztem, hogy elértük a célt, most akkor mit lehet csinálni, de aztán rájöttem, hogy még rengeteg dolog van a YouTube-on kívül, úgyhogy ott még bőven van cél, és hát azokat most el kell kezdeni.
elérni. Igen, és a Covidnak szerintem volt egy olyan hatása sok embernél, de nálam biztosan, hogy így volt egy évünk, jó, még nincs vége, de remélem nem sokára vége lesz, így átgondolni az egész életünket. Igen, igen. És most azt érzem, hogy ha végre kinyílik a világ és felszabadulunk, akkor így elkezdem kipipálgatni ezerrel a bakancslistás élményeimet, mert ki tudja, hogy meddig van rá lehetőségem. Pontosan, szerintem ez sok emberben előhozta most ezt a dolgot, hogy hát az előfordulhat olyan, hogy te egy évig nem nagyon tudsz csinálni semmit, vagy legalábbis amit akarsz, biztos, hogy nem. Úgyhogy elgondolkoztató, hogy csinálni kell, amit szeretnél, mert simán jöhet, most nem akarok ilyen rosszat mondani, de simán jöhet még egy ilyen, és akkor megint kimarad egy év. Na, azt hittem rosszabbat fogsz mondani. Nem, ennél azért nem, ez is elég rossz. Jó, ez rossz. Is nagyon rossz, igen, de reméljük nem lesz. Kérdezitek a csatornapontokat, igen, majd azzal is kitalálunk valamit. Még ezen nem gondolkoztunk, legalábbis én még nem. Yes, my lord. Melyikkel? Bocsánat, kicsit elbambultam. Csatornapontokkal. Ja, csatornapont. Szerintem az is személyre lesz szabva, csak még nem volt. Igen, többen írjátok itt, Marci is, Dani is, hogy a Drive to Survive nagyon jó, de valaki azt írja, a harmadik évad már nem annyira jó, azt nem tudom, azt most kezdtem el nézni. Egyelőre jónak tűnik. Valószínűleg ott is az van egyébként, hogy szintén a Covid miatt a harmadik évad, ugye, mármint a 2020-as év az egy kicsit furcsább volt a Forma 1-ben. Lehet, hogy emiatt az is más. Igen, közben írja itt Sense is, hogy valószínűleg a follower alertek, annyira sok követő érkezik, aminek egyébként nagyon örülünk, hogy amiatt vannak csúszásban a feliratkozások. Ja, azért, mert néztem az előbb, hogy kb. Negyed óra csúszással jött ki egy feliratkozás itt a streamben, az emiatt van? Igen, aha, ez emiatt van, értem. Mert tegnap, igen, szóval az Instastoryból annyira sok ember jön, hogy most igen, csúszása van, de nem baj, akkor tök jó, mert mindegyik feliratkozást látni fogjuk, csak lehet, hogy nagy csúszással. Igen, meg mi látjuk egyből, szóval be is mondjuk, de lehet, hogy kiírva csak sokkal később lesz akkor. Igen, de mondjuk játék közben már lehet, ha nem fogjuk látni. Az lehet. Na mindegy, megköszönünk, az a lényeg, és tényleg köszi, hogy már így eleinte is támogatjátok ezt a Twitch-es dolgot. Igen, és Gmarci most írja, hogy most jött ki a It Takes Two nevű játék, azt hiszem, az volt az, amit... Nem biztos, hogy az volt az, amit mindenképpen ki akarunk próbálni. Nem, az a Way Out, amire te gondolsz. Nekem a Way Out az jobban vonz így elsőre. Az It Takes Two-ba egy kicsit belenéztünk, mert most mindenki azt streameli, és egyébként elég furcsa a stílusa. Szóval először nem fogott meg, de aztán lehet, hogy végig fogjuk vinni majd azt is. De most tényleg mindenki annyira azzal játszik, hogy szerintem bőven van elég It Takes Two content. Nekem annyira nem jött be, én azt nem annyira nyomnám. A Way Out-ot azt viszont igen. Akkor egyedül kitolom. Ennyi. It takes two egyedül, single play. Nem jó, megpróbálhatjuk, aztán meglátjuk. Jó, egyébként annyira engem sem fogott meg, úgyhogy lehet, hogy hagyhatjuk. Valami 36 kérdés, hogy meddig tervezem növeszteni a szakállamat? Hát nem tudom, én sem. Kíváncsi. Most arra vagyok eleinte kíváncsi, hogy genetikailag mire vagyok képes. Most egy két hónapig nem szeretném levágni semennyire, szóval most teljesen természetesen van hagyva, és ki tudja, lehet, hogy ilyen full Mikulás szakállam lesz, vagy nem tudom, kinek van menő szakálla. Semmit eszembe senki, csak a Mikulás. Négy szerint én sem tudok senkiteknek jó szakálla van, de... Na mindegy, úgyhogy lehetséges, hogy a hatalmas bukás lesz, és ilyen nagyon csöves vibe-ot fogok sugározni, de egy esélyt adnom kell neki valamikor. Igen, egyszer ki kell próbálni az életben. És ugye egyszer meg úgy tűnik, azt is ki kell próbálni, amit pont most látunk Nessa-nál, hogyha levágod a szakálladat. Na, az aztán brutál. Az brutál, majd nézzétek meg az Instagramján. Nagyon megváltozott az arca, nagyon vicces. Igen. Dani kérdezi, én is szeretem a Rocket League-et. Igen, szeretem, de nagyon rossz vagyok benne. Pont panaszkodtam a Marknak itt most egyik nap erről, hogy van olyan, hogy egy játékban nem vagyok annyira jó, de azért élvezem, viszont ott katasztrofális vagyok. Tehát, hogy jó, nem biztos, hogy mindig katasztrofális, de a múltkor játszottunk Vidmennel meg Márkkal közösen, na és ott olyan szörnyű voltam, hogy azt éreztem, hogy jó van, soha többet nem játszom. Nem volt annyira rossz a helyzet, de majd szerintem fogunk játszani szép lassan átmegyünk oda. A szakára azt hiszem Jason Momoát mondják, hogy neki nagyon jó szakára van, de azt hiszem, hogy az nem mindenki tudja úgy lepullolni azt a szakállat, mint ahogy neki mondjuk sikerült. Nézd, teljesen őszintén akarunk lenni, Jason Momoának rossz a szakálla. Jó. Én nagyon belemélyedtem a szakáll témákba, és Jason Momoát nagyon sokszor rossz példának hozzák, mert hogy elég ilyen, most így lehet a csúnya szó, de ilyen csapzott hangulatot ad az a szakáll, viszont ugye annyira ki van gyúrva, meg annyira hosszú a haja, meg annyira ilyen vadember hangulatot áraszt, hogy neki jól áll. Szóval neki minden jól áll valószínűleg. De hogyha az a szakáll most rám jönne, higgyétek el, nem lennék Jason Momoa. És közben amúgy Bandi írja, hogy Nessa-nál az csak poén.
mert élőzik Twitchen és van szakálla, úgyhogy beszívtunk a április elsőjei tréfát. Istenem, Istenem! Tudtam, hogy meg fog történni. És te mondtad is, hogy valószínűleg... Én mondtam, hogy face-appes cucc lesz, de Márk azt mondta, hogy nem, ez real. Hát, ennyit Istenem, erre. Istenem, de béna vagyok, tényleg. Amúgy nagyon élethű lett. Na ezért nem szeretem az április elsőjét, itt beégek. 300 ember előtt, nem hiszem. De Mário azt mondja egyébként, hogy Mark szakálla jobb, mint Jason Momoa szakálla. Mário, hát ez helyrehoztál. Ez jól esik. A bicepseinket ne hasonlítsuk össze. Hát a legnagyobb jó indulattal sem lehet ezt mondani. Na igen, és akkor még ajánlottak játékokat, nem tudom, kialakul majd. Tényleg lehet minden szóba jöhet, próbálunk talán egy kicsit olyanokkal játszani, amivel kevesebben játszanak mások. Szóval nem annyira a top ligás játékok, de ha megjelenik valami jó, akkor biztos azt is kipróbáljuk. Majd meglátjuk. Bizony. Lehet, hogy megkipróbálhatnánk ezt a Suezi csatorna szimulátort? Látom, hogy már sokan nem bírjátok tovább, és akkor igen, kipróbálnátok, akkor nem az a helyzet, hogy már fél órára a streamelünk. Ja. Mármint a 35 perc, szóval az intrót leszámítva, és úgyhogy olyan gyorsan telik az idő, lehet, hogy ez a két óra tényleg túl kevés lesz így. Hosszú távon. Jó, várj, akkor még ne kapcsold át a képernyőmet, mert még valahogy meg kell keresnem, hogy hol van. És akkor elkezdjük a játékot. Igen, annyit kell tudni, én 5 másodpercet láttam ebből a játékból, Norbi talán egy nagyon picivel többet, de azt hiszem, hogy a kikötőből te sem tudtál kimenni. Nem. Úgyhogy itt teljesen veletek együtt fogjuk felfedezni a Suezi csatornát. Igen, és a grafikája az nem élethű, arra készüljetek fel. Már én is beindítom. Nem annyira top. Olyan zenéje van, akkor egyik fülhallgatót ki kell hagynom. Mondjuk igazából a zenét azt hiszem nem lesz annyira jelentős. Na, én készen állok egyébként, hogy elkezdjük. Jó, egy pillanatot kérek. Aha, most tényleg van zenéje. Most lehet, hogy nektek hangos a streamben, bocsi, gyorsan mindjárt átállítom. Lehet, mert elég hangos alapból. Igen. És ugye semmilyen beállítás nincs ebben a csodálatos játékban. Szólj, hát kapcsolod a képet, mert akkor jó, nem, én kapcsoltam, bocsánat. Annyira hangos a zene, hogy egyelőre nekem is ki kell vennem az egyiket a filmből. Nem hallok semmit. Jó, igazából nem is kell a zene, akkor lehet, hogy... Ja, sőt, lehet, hogy van, hogy ez átmegy a zene hozzád? Azt majd át fog menni, igen, de még most sem kapcsoltam át. Már rájöttem, a Windows-ban némítsuk le ezt a játékot. Ja. Mert csak idegesek leszünk. És egyelőre most, hogy kilépni sem tudok ebből. Lányatok. Én ezt tudom. Bocsássatok meg, hogy itt egy kis jó, én lebírtam, szünet van. Én lebírtam némíteni. Jó. Kérdezitek, hogy energiaitalt Coop kérdezi, hogy szoktunk-e inni? Nem, én nem nagyon szoktam. Sőt, soha nem szoktam. Na, Márk, milyen márkájú széked van? Hát igen, az valami jó fajta. Sokkal jobb, mint az enyém. Igen, ez Arena Racer. Ezt Vidman vett egy ilyet, és annyira ajánlotta, hogy én is bepatintottam egyet, mert írtózatosan rossz volt az ülésem, meg szó szerint el volt törve az előző székem már, itt volt az ideje lecserélni, és kényelmes egyébként. Bár az ülésem az továbbra is sokszor görnyedek, úgyhogy ez nem annyira jó. Már majd szépen megvalósul, vagy megjavul. Pontosan. Na, a legdrágon azt mondja, elfogadunk a játék felajánlást, hogy két kulcsot felajánlana. Nem tudom. Nagyon-nagyon köszi, az biztos, aztán mindjárt kitaláljuk, hogy... Szerintem egyébként igen, ez nagyon kedves, már csak itt le akarom halkítani a dolgot, hogy kicsit figyelsz a csetre, addig itt belemélyedek a dolgokra. Figyelek. Nagyon köszi, akkor kitaláljuk, és akkor valahogy kisorsoljuk, vagy meg lehet majd nyerni? Tervezünk ilyen kvízjátékokat is, lehet, hogy akkor ott majd meg lehet nyerni, meglátjuk. Bizony. Na közben sikerült lehalkítanom, hála Istennek. Én nagyon kicsit hagytam alul, hogy valami azért legyen, de jó lesz. Igen, kérdezzitek, hogy a Star Wars Squadrons kipróbáljuk-e VR-ral a legjobb? A VR-unk az nincs, úgyhogy ezzel nem. Amúgy viszont lehet, de én nem ismerem ezt, szóval nem tudom, hogy ez valami új, vagy micsoda ez. Na mindegy. Igen, szóval ez a stúdiónk, ha úgy kérdezitek, ez a stúdiónk, ez az irodánk, ez a stream központunk, minden ez az iroda. Minden itt történik. Na és azt hiszem, én is készen állok, hogyha át tudom tenni a dual monitort. Készen állsz, Norbi? Készen. Ezt nézzétek, itt elképesztő technikák lesznek. Hopp! De már enyém az nem működik még, úgyhogy ennyi, nem kellett volna felhypolnom. Hopp, most igen, már működik. Na jó van, oké. Most már működik.
Tiszim, kérdezi, a Diablo 2 Resurrected, az, az, ami majd most fog kijönni, a felújított Diablo 2, mert azt akarjuk nyomni, igen. A Diablo is egy olyan, mint a Warcraft, nekem egy ilyen nagyon nagy nosztalgikus dolog. Úgyhogy... Igen, mert akartuk nyomni a simát is, de most, ha meghallottuk, hogy lesz új, akkor már megvárjuk az újat, mert azért, ha megnézed most a simát, az már nem olyan, mint ahogy az ember emlékezett rá, de igen, azt már nyomni fogjuk. Jó. Ja, Overwatch-ot írja Levente, nekem az Overwatch az túl gyors, túl pörgős. Én azt nem fogok játszani. Annyira rossz lennék benne. Miért vagyok ennyire lent a képen? Valahogy kilógok a képből. Igen, igen. Kicsit állítod a kamerádat, mert ugye most be van kroppolva egy kicsikét, és ezek szerint lehet, hogy valami... Ez még nem lett kitesztelve rendesen. De... Mindjárt csak így késleltetve látom magamat, úgyhogy ingem is olyan hülyen van. Na most egy jobb lesz. Igen, bocsássatok meg, hogy elnémultam az elmúlt percekben, de meglepően nehéz itt állítgatni a dolgokat. Most a hangerő jó, elvileg egy nagyon halkis diszkó zenét kell hallanatok a játékból. És minket meg normálisan. Oké, igen, Hungárdián, most belőttem magamat, mármint, hogy belőttem a képernyőmet, ez itt tökéletes. Márkba egy kicsit az alertek belelógnak, de hát nem baj, az jó. Ez nem baj. Itt van, kicsi muffin. Köszi. A követést. Na, akkor mit szóltok, ha mondjuk nyomnánk egyet a játékkal? Igen, az a neve, hogy Totally Accurate Suez Canal Training Simulator, tök ingyen van, úgyhogy lebírjátok tölteni, de ezt hozzáteszem, hogy ez a játék nem jó. Tehát ezt egy nap alatt rakta össze valaki, és egy iszonyat baromság az egész. Na, ennek az a shippy meg ship, de akkor átírom. Jézusom, véletlenül megnyomtam a buy new ship gombot, és szétrobbant a hajó. Azt nem szabad megnyomni. Azt tényleg nem szabad. Ja, itt lehet resetelni, jó. Na, reseted le. Jó, akkor én is átírom magamat. Mark lesz a hajó neve. Kicsit nagyképű, de ez ilyen. Nem, jó az, jó az. Na, és akkor egyszerre kéne indulnunk, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Igen, egyébként Tomi kérdezett, a stream miatt húztam fel inget? Igen, megtiszteltem az első streamet ezzel. És a nulladikat miért nem tiszteltem? A nulladik az csak egy próba volt. Nem. Szép. Na igen, akkor a lényeg, hogy itt van a hajónk, ez az Ever Given, elvileg a mérete is stimmel valamennyire a szuezi csatornához képest. Igen. És próbáljunk meg átmenni, akkor induljunk. Na, akkor számoljunk vissza. 5, 4, 3, 2, 1, mehet! És megyek is. Itt lassan indul a... Nem lehet tolatni? Azt hiszem nem lehet tolatni, igen, erre panaszkodtak már pár. Nem, elrontottam, mert véletlenül a név. Elírja, rólam a hullik a konténer, nagyon-nagyon erősen. Jó, igen, itt lassan kell. Van nyomása. Hát jó, igen. És fönt számolja a gazdasági károkat. Igen, az most van nálam 240 ezer dollár, úgyhogy ez elég rossz. Lehet, hogy már elakadok itt az indulásnál, mert egyszerűen nem tudok kanyarodni eléggé. Igen. Igen, és közben mondom, szóval megváltoztattuk a tegnapihoz képest a képernyőt, szóval most a sárga vonal választja el a kettőnk képét, szóval a jobb felső az enyém, a bal alsó pedig Norbi, szóval így mindig a képünk mellett vagyunk. Remélem így értető, de ha nem lesz értető, akkor hosszú távon majd oda is írjuk, hogy ki. Ja, igen. Ja, és igen, azt tudtátok, hogy ez nem egy multiplayer játék, szóval egymást nem fogjuk látni. Igen, ez egy dupla single player, ez azt hiszem így nevezik hivatalosan. Na, én sikerült irányba állnom, remélem, hogy ez a szuezi csatorna. Szerintem az lesz az. Közben Lagdragonnak mennie kell, mert vége a szünetének, mennie kell dolgozni, de hangban hallgat minket. Ja, néha dolgozni is kell egyébként. Bizony, nagyon köszi, hogy eddig itt tudtál lenni, Lag. Na, én megindultam, egész jól megyek. Itt nem tudom, a víz alatti részt is látjátok, hogy vannak ilyen zátonyok, vagy ilyen akadályok. Az igazi kapitány nem látta őket. Ennyit tudok a hírekben. Nem, már hasítok. Nagyon. Itt van egy másik kikötő. Jaj. Azt hiszem, hogy kisodrottam. Tényleg hasítasz? Mennyivel mész? Én most 100-zal megyek. Én 30-zal, de már ez is soknak bizonyult. Igen, és ott vannak a háttérben a piramisok is, elképesztően kidolgozott ez a játék. Na, de látok egy másik hajót. De az nem te vagy. Ujjajajajaj, hú, várjál, majdnem megismétlődött a valóság. De sikerült, lepattantam a partról. Na, én is ott, akkor ugyanott szerintem, mert igen, most látom. Ja, igen, van ott egy másik hajó, olyan, mint az lenne az Ever Given egyébként, pont úgy néz ki. Akkor lehet, hogy mi nem azok vagyunk? Lehet, hogy neki meg kell mentenünk? Hát igen. Hát most ez így nem tudom, mit kell csinálni itt. Na, ilyen gameplay még nem volt itt a magyar Twitch-en. Na, jó, megmentettem, vagy hát fogjuk rá. Mit csináltál? Átmentél rajta? Hát én. Simán. Jaj, de van egy még nagyobb elakadt hajó. Nem, az nincs elakadva, ez valami más. Ja, és itt van a kis markoló is. Jaj, ezt nem láttam. Belerakták a kis markolót. Szegényke.
Erre gondolom a mémeket láttátok ti is erről a kis Markolóról, aki a 20 000 millió tonnás hajót megpróbált egyedül kiásni. Aranyos volt, mindenki szerette. Az a helyzet, hogy te jobban állsz, látom itt a streamben. Aha, én most hasítok nagyon. És most így viszonylag beállt, mondjuk a konténereim 90%-a leesett, de ami most van, az már egész stabil. Most 120-szal megyek. Uram Isten. Mondjuk ez veszély. Nem szabad 120-szal menni. Jó, nagyon tolom neki. Itt is a piramisok között is suhanak. Piramisok. Igen, az az érdekes a Suezi csatornával, hogy van közte egy tó, vagy lehet, hogy több is van. Szerintem több is van. De egy óriási biztosan, de lehet, hogy több is. Jaj, baj van. Nagy-nagy baj van. Ez az, itt az esélyem comeback jelenik. Elsüllyedtem, kimentem a partra. Uramisten, most rád néztem. Szóval szerint a parton vagy. És nem tudok megmozdulni. Hát akkor reszetelni kell, és reménykedned, hogy elrontam. De azt hiszem nem fogom, mert annyira érzem. Hát ez most baj. Tony Hawkon nőttem fel, úgy megyek. Nyomnom kell egy új hajót, de hát semmi jó, hát itt semmilyen esélyem nincs így. Hát de, hogyha én is elrontam, akkor... De. Hát így. Aja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 j
Nem lehet fékezni, nincs hátramenet. Szemi szemmel, jó, akkor nekem is összetelnem kell. Igen, a 120-130 már kicsit túlzás volt menni, azt hiszem. Igen, meg is lepett, amikor ezt kimondtad. Na, azt hozzáteszem, hogy nem vagyok teljesen biztos, azt olvastam, hogy ez a rendes szuezi csatorna, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a formája ténylegesen. Szerintem ez egy ilyen poénabb dolog. Én is azt érzem, igen, ennél sokkal hosszabb egyenesek vannak, úgy tudom. Bár lehet, hogy nagyjából jó az irány, csak az arányokat megváltoztatták teljesen. Nem, amúgy elég bonyolult. Amúgy mindjárt megnézzük a szuezi csatornát, akkor már legyen tájékoztató értéke is a dolognak. Ja, és most látom, itt a cseten írjátok, hogy pontosan ugyanott futottunk Zátonyra. Ez tűnik, ez egy nehéz rész. Igen, a testvéri vér az, hát a DNS összekötő. Egyforma agyműködés. Ugyanaz. Igen, nagy nehezen megcsináltuk a két monitoros beállítást, és ugyanaz a két monitor. Mindig ugyanazt csináljuk. Ez lehet, hogy más ezért nem csinálja, mert felesleges. Persze. Itt küzdök megint. Igen, de szállom még a második menetnél, és ugyanúgy pontosan ugyanazokat a hibákat követtem el, mint az elsőnél. Igen, a nevünket megint át kell állítani, írta valaki, és köszi szépen, hogy okay. Jobban lehet követni, hogy ki. Eddig nekem átlan állítva érdekes, csak le kell okézni. Leesett 400 darab konténer, amíg átírtam a neved, de nem baj. A konténereket én már elengedtem. Na de ugye megjegyzi az előbb, tehát amikor elsodorta a másik hajót. Elég netesen ment át. Köszönjük, Skál, hogy átírtad a játékot. És érdekes módon benne van ez a játék, mert nem tudom, hogy ez az-e, de a Totally Accurate Suez Canal Training Simulator. Lehet, ez nem az? Tegnap jelent meg, azt hiszem, és ezek szerint már ilyen karriert futott be egyben. Nem, de akkor lehet, hogy van egy másik ilyen nevű is, de szerintem jó lesz. Nagyjából ugyanaz lehet a kettő. Aztán az is lehet, hogy a Twitch karrierünk abból fog állni, hogy különböző szuezi csatornás játékokat tesztelünk. De az biztos élvezni mindenki, úgyhogy tök jó. Persze. Igen, ezt végig toljuk, bárki is nyerje meg, majd kiderül. És akkor utána megnézzük az igazi szuezi csatornát, meg te találtál, Norbi, egy tök jó honlapot. Azt elmeséled gyorsan, mert jobban van egy ilyen, ahol a hajót belepróbálhatod bárhova ilyen méretarányosan Google Maps-en, és akkor megnézzük, hogy mondjuk itt Budapesten mekkora. Elég nagy. Na, most ide visszaértem ugye az előző hajómnak a holttestéhez, és remélem nem ugyanoda fogok kikötni, mert van rá esély. De látszódik a holtteste is? Igen, látszik, úgyhogy ez nem semmisül meg, amikor új hajót veszel. Ugye azért pattan szét ott az elején, hogyha... Na, most leelőztem, szóval most tovább jutottam, mint ahol voltam. Profi. Debrecce kérdezi, hogy lesz-e húsvéti videó. Hát egy konkrétan húsvét tematikájú videó nem lesz. És húsvétkor sem lesz videó, úgyhogy... Szóval a válasz nem. Úgyhogy erre nem a válasz, igen. Nem, húsvétolunk majd, bár most ugye a húsvét se olyan lesz, mint máskor, de hát most már ugye ezt mindenre el lehet mondani. Nem nagyon megyünk most rokonokhoz, mert hát nem akarunk fertőzni senkit, bár nem vagyunk alapvetően fertőzöttek, de hát most ez van. Viszont egyébként voltunk. Szóval mi mindketten ezt nem kommunikáltuk sehol, de átestünk a Covidon, és fárasztó volt. Igen, még tavaly össze. Tavaly össze egy, nem tudom, egy hetet ágyban voltunk kb. Mindketten, nem? Vagy én legalábbis biztosan. Igen, szóval egy hétig nagyon rosszul voltam, és akkor utána még elég sokáig voltam, nagyon fáradt. Úgyhogy igen, ezt átéltük.
De azért annyira nem volt súlyos szerencsére, mint ahogy, amiket itt hallani, szóval azért nem azt mondom. Ja, persze, annyira nem volt, de egy kemény betegséggel felért, úgyhogy tényleg mindenki vigyázzon. Most már kifele megyünk belőle, úgyhogy nem most roncsuk el. Na, én nagyon hasítok egyébként, 140-nel megyek. Uram, Isten, Norbi, nem tanulsz a hibádból? 170-nel. 170-nel? De ez kilométer per óra vajon? Hát, vagy lehet, hogy ennyire nem kéne? Baj is lett belőle, de élek még. Megint a piramisokat látom a távolban, a táj ez gyönyörű. Amúgy megnézném a Suezi csatornát élőben, szívesen. Ugye múltkor láttunk egy képet a Suezi csatorna megnyitójáról. Nem tudom, 150 évvel ezelőtt volt, vagy 100 évvel ezelőtt? Ja. Hát hangulatos volt. Ilyen kalózhajónak kinéző, ilyen óriási flotta ment át rajta. Jaj, ne! Ne! Felborulsz? Igen. Kimentem a partra teljesen. Azt látom. Most megpróbálok nem ugyanott. Miért mondtam, hogy 250-et? Annyit büszkélkedtem. Miért mentél 250-nel, Norbi? Hát ez teljesen őrültség volt. Iszonyat menő volt. Úgy éreztem magamat. Menő volt? Ja. Na most már nem annyira menő. Skull, egy szavazást tudnál csinálni, hogy menő volt-e, hogy Norbi 250-nel ment? Uramisten, várj itt! Egyértelműen menő volt. Jaj, ne! Jaj, ne! Mi, ugyanott leszel? Ne, másod, de te is. Ezt nem hiszem el. Várjátok, lehet, ami visszajövök? Ez olyan comeback lesz. Nem. Fejre esik. Ne. Hát ennyit erről. Hát ennek nem örülök. Hát előfordul. Megint nevet változtatunk. Akkor azért most a csetet nézem egy kicsit, ha már a hajom úgy kiszáguldott. És BS Pusi... Mi csinált? Subgift. A subgiftet, igen. És Frostfire kapta meg ezt a subgiftet. Ezt nem tudom, hogy ez egy random választás, vagy Frostfire-nek szándékosan adtad, de nagyon-nagyon köszi, Pusi. Tényleg nagyon köszi. A subgift az mindig nagyon jó fejség, és Frostfire, neked pedig gratulálunk, akkor kaptál jó kis szabot. Még nincsenek emótok, de még a Twitchnek le kell okézni a mindegy ilyen technikai dolog, hogy emotokat tudjunk csinálni, nem tudom mennyi idő lesz, de amint lehet, lesznek, és akkor itt olyan emote game lesz, hogy az... Én a Márk már tervezi sok mindent. Bence, kérdező, gondoltuk-e volna, hogy nem csak YouTube-on, hanem Twitch-en is lesz csatornánk? Nem, szerintem eléggé sokáig nem gondoltuk volna, hát most mégis itt vagyunk. Sosem lehet tudni, úgy tűnik. Na, én azt mondom egyébként, hogy így elsőre lehet, hogy nem nyomnám újra a kört. Azt érzed, hogy ez ilyen vezető értéke limitált ennek a játéknak? Igen, tehát például lehetne fékezni, ez jó lenne, de azt érzem, hogy nem ad annyira sok pluszt, és nem tudom, hogy van egyáltalán egy cél. Hát valószínűleg át lehet menni hogy lehet, hogy nincs cél, akkor megőrülnék. Ugye? Igen. Nem, szerintem biztos át lehet menni rajta, de én is azt mondom, hogy lehet, hogy hagyjuk, mert lehet, na mindegy. Szerintem ez nem annyira jó játék. Igen, jó, nem annyira, tehát nem lesz az új GTA, de azért jó volt egyszer kipróbálni. Közben Sparrow írja, hogy igen, nekem a sivatag hajója kéne, ami a teve. Igen, szerintem ígyesen kiraktam a hajót a sivatagba, azért az már elég menő. Az azért tényleg menő. Viszont akkor átpattintottam most Jet Settingre a dolgot, és kikapcsolom ezt a játékot, mert ez a zene is mindjárt megőrjít. Ja, én a zenét ezt nem hallottam szerencsére. Én halkan beraktam is és mindenki más is hallotta halkan elvileg. Na, én viszont... Várjál. De most hál' Istennek ennek vége lesz. Koca kérdezi, ez lesz 2 órán keresztül? Ugye? Nem ez lesz. Én is ezen gondolkoztam, és akkor jobb, ha nem. Na, közben viszont megnézzük a Suezi csatornát igazából, és utána van még egy ilyen hülyeség hozzá. Most az én képernyőt bebírod rakni? Bebírom rakni. Igen. És amúgy arról beszéltünk, hogy majd lehet, hogy egy másik böngészőt nyissunk, meg ilyen streamekben. Egy másikat, én egy csodálatos Edge böngészőt nyitettem meg. Hát a profi vagy akkor. Akkor már rakom is át a képet. Ezt nézzétek, hogy itt olyan technikák vannak, technológiák, nem is tudom mi ez. Igen, szóval... Ja, mit nyomtam meg? Igen, szóval ezt a böngészőt nem használom, alapból Chrome-ot használok, de mindegy itt lesz. Na, szóval hogy néz ki az igazi Suezi csatorna? Hát úgy nem annyira látszik. Lehet, hogy inkább azt a hajós izét kéne megnézni. Lehet. Na, szóval szerintem ez nem volt annyira illető ez a játék. Igen, egyáltalán nem. Szóval itt látjátok, hogy sokkal egyenesebb ez a csatorna. És igaz, hogy vannak benne ilyen tavak, de ennyire nem nehéz a terep. De ez a tó menő lehet. Amúgy én a múltkor láttam egy YouTube videót,
egy ilyen timelapse, hogy végigment egy hajó a Suezi csatornán. Azt én is láttam, szuper volt. És szuper, bizony, van egy hangulata. Na, úgyhogy egy nagyon egyenes sávot kell elképzelni, ami néha ketté ágazik, és néha van benne egy-egy tó, és itt már át is értek. Igen. És akkor igen, még összeraktam. Na, van egy ilyen Google Maps-es alkalmazás, amivel a hajót el tudod helyezni bárhol, és akkor mindjárt elhelyezzük Budapesten. Na, ez tetszik. Na, várjál csak. Közben látom, Voodoo Dave is megérkezett a chatre. Ciao, ciao, szia! És még láttam itt valamit. Ja igen, hát a szavazás végeredménye. Ja, most pont elvesztettem. Várjátok, de kikeresem. A lényeg az, hogy az emberek 85%-a kb. Arra szavazott, hogy menő volt. Na, az szuper jó arány, köszönöm szépen. Szerintem is menő volt. Menő volt, de felelőtlen, úgyhogy én ilyenre nem mondhattam azt, hogy menő. Mert na, szóval ez most elvileg lerakja méretarányosan ezt a hajót mindenhova, és ez most Budapesten mondjuk ez a Lánchíd, azt hiszem. Szóval akkora a hajó, mint a Lánchíd. És ahogy látjátok, hogy beakadt volna a Dunában is, be tudott volna így keresztbe akadni. Hát sőt, ahogy látom, gyakorlatilag megegyezik a Suezi csatorna és a Duna szélessége. Pont így nézett ki, amikor beakadt. Igen. És ezt szerintem tök jó, így jobban, így a budapestiek jobban el tudják képzelni, hogy milyen széles ez, vagy aki már hát volt. Hát az akkor brutálisan széles ez a csatorna. Hát az brutális, a képzeld el, milyen nehéz lehet a kiásni. Hát igen, ezt hallottam, hogy itt voltak problémák. De nem tudom, még a Balatonba beletesszük. Na, és hol a hajó? Ja, ott van. Na, látjátok, azért a Balatonban elférne, de itt Tihanynál azért jelentős méretű ez a hajó. Vagy lehet forgatni is. Még egy parlament mellé berakod, akkor mekkora? Szóval valami viszonyítási alapot. Az a baj, ugye csak a térkép nézet van, úgyhogy itt úgy kell koncentrálnom, hogy lássam, hogy... Szóval Budapestet meg se találom. Na, oké, parlament. Itt van. Na, még kicsit beforgatom, hogy jobb legyen. Hát, nagyon, mint a parlament, ez azért para. Nagyobb, aha. Ezt tudom, hogy 400 méter hosszú egyébként, úgyhogy... Brutális, sok. Brutális. Hát az sok, fél kilométer majdnem, hát az kemény. Hát ugye itt vannak más hajók a Dunán, amik szintén óriásiak, és hát ez semmi. Tehát, hogy ekkora hajókat az ember nagyon ritkán lát, úgy tűnik. Hát és Kálmán írja, hogy a magasságról még nem is beszélünk, mert elképesztően magasok is ezek. Tényleg az is lehet, hogy mint a parlament olyan magas. Hát lehet. Na, úgyhogy ezért durva, annyira megnéznék egy ilyen hajót. Én valahogy szeretem ezeket az ilyen brutál kikötőket, meg mindent. Én egyszer láttam, igaz, hogy az nem teherhajó volt, de amikor Nápolyban voltam, akkor a világ második legnagyobb utasszállító hajóját meg tudtam közelről nézni. Nem voltam rajta sajnos, a jegyárakat meg sem mertem nézni. De messziről láttam ott a kikötőben, meg relatív közelről, és hát lenyűgöző volt. Szóval tényleg azt tudom, hogy a mai utasszállító hajók mellett teljesen eltörpül a Titanic. Szóval olyan, mint egy kis csónak lenne. Igen. Szóval rengeteget fejlődött a hajózás is. És ezt megpróbálok, hogy mennyire... Átmentünk ilyen hajóval. Hajó, igen. Queen Mary versus Titanic size. Erre sokan kerestek, ezt remélem kiadja. Ez elég nekünk csak egy kép. Hát, olyan jó kép nincs így elsőre. Elsőre úgy látom, hogy kb. Ugyanakkora. Pedig tudom, hogy sokkal-sokkal nagyobb, úgyhogy ez az... Igen, ez lehet, hogy nem stimmel. Valami nem stimmel? Hát, itt most nem tűnik annyival nagyobbnak. Hát tényleg nem tűnik annyival. Ennek utána kell nézni majd. Én is, szóval láttam már összehasonlítást, hogy sokkal nagyobbnak tűnt, de... Vagy lehet, hogy sokkal szélesebb? Mert... Lehet, hogy szélesebb. Na mindegy. Nagyobb az biztos, de akkor lehet, hogy nem annyival hosszabb, viszont szélesebb. Na, mert azért Google-on kéne keresni ezt igazából. Bizony. Közben Vadas kérdezi, hogy tervezünk-e itt Twitch-en rendszeresen streamelni. Ezek szerint most nemrég érkeztél, mivel igen, elmondtuk, hogy minden hétköznap délután 2-től 4-ig tervezünk egy ilyen 2 órás streamet. Valamikor csak dumálgatni fogunk, valamikor játszani, sőt, sokat fogunk játszani persze. Valamikor mindenféle ilyen show ötletünk is van, úgyhogy kísérletezgetünk mindennel, úgyhogy ha tetszik, amit csinálunk, akkor kövess be is, kapni fogsz értesítést, ha legközelebb live-ozunk. Jó, és ez a képkeresés, ez egy halott ötlet volt, úgyhogy ezt most abba is hagyom inkább. Na, úgyhogy a chatre visszatérek egy kicsit. És jobban szétnézek. Ja, csak le van maradva a chatem valamiért meg. Igen, itt nehéz itt követni a dolgokat. Hát nézd, nem tudom, hogy te hogy tervezted amúgy, Norbi, hogy mennyit fogunk játszani ezzel a Suezi csatorna szimulátorral, de kicsit csalódás volt.
Ja, nem. Szóval én ennyit terveztem, sőt, lehet, hogy ennyit sem. Ennyit? Jó, de akkor viszont nem volt csalódás. Nem. Én tudtam, hogy ez nem egy jó játék. Ezt egy ember ilyen, szóval, tudjátok, vannak ilyen programozó versenyek, vagy nem tudom, hogy mi, amikor emberek egy nap alatt akarnak csinálni valami játékot, és azt hiszem, ezt valaki, vagy lehet, hogy több ember egy nap alatt csinálta. Úgyhogy szerintem ez tök szuper. Nem, egy nap alatt tényleg szuper. Sőt, ugye még nekünk is volt ilyen tervünk, sőt, a te ötleted volt, hogy vannak néha ilyen 24 órás versenyek, és megpróbálhatnánk mi is csinálni egy játékot. Nulla tapasztalattal. Igen, ez most volt egy pár héttel ezelőtt egy ilyen, azt hiszem Game Jam-nek hívják, és ugye nem tudunk programozni, nem értünk semmihez, de arra gondoltunk, hogy mégis belevágnánk, és megnéznénk, hogy mit tudnánk csinálni. Mondjuk egy ilyen Mario jellegű játékot, valamit, mert most a Mario-ból ne izét képzeld el a legújabbat, hanem a 20 évvel ezelőttit. Hát... Milyen programokat lehet ilyenkor használni? Szóval azt hiszem, hogy kell elkezdeni. Vannak ilyen játékkészítő programok, mert igen, kísérleteztem azzal is. Azzal szerintem tudnánk csinálni, de lehet, hogy a csalásnak minősül. Igen, Dead Fighter írja a Unity-t, szóval hogy a Unity-ben azért ott már vannak alapból, azt hiszem, ilyen 3D elemek, meg lehet, hogy minden. Szóval abban valamit össze lehet hozni. Na, Scarlett írja a egyemberes játékok közül a 2020game.io-t. Na mindegy, a lényeg, hogy... Ja, mindenki Unity-t írja, úgy látszik, ez teljesen egyértelmű, hogy... Ez teljesen egyértelmű, és meglepő, hogy ilyen sokan ezt vágjátok, vagy lehet, hogy mi vagyunk lemaradva, és ez egy alaptudás? Hát... Vagy lehet, hogy mindenki játékprogramozó itt a közönségben, de ez király. Ez akkor rá fogunk nézni, ez milyen vicces lenne, hogyha csinálnánk valami egyszerű játékot, és utána így közösen mindannyian kijátsszuk. Igen, meg még talán Vidmentbe lehetne vonni, és akkor, és akkor valaki a grafikával foglalkozna, bár ugye fogalmam sincs, hogy működik ez, de tök izgalmas lehetne. Az tényleg, sőt az egész magyar Twitch community-t összehoznánk, és mindenkinek csak egy pici munkája lenne, de a végén egy ilyen GTA méretű játék létrejön. A Kálmán írja, hogy Unreal Engine-t is lehet használni, azért az már egy kicsit komoly dolognak tűnik, szóval én olyan játékra gondoltam, hogy így egy ember így ugrál, és akkor nem tudom, átugrik egy szakadékot, ez kész. Na, igen, több embernek is akkor ezek szerint ez a hobbija, vagy ez a szakmája, na, akkor ti profik vagy, tök jó. És úgy tűnik a pazmofóbiát, nem tudom, hogy kell kiejteni, azt is egy ember csinálta. Hát sőt, ugye azt hiszem a Minecraftot egy ember csinálta elég sokáig. Meg, szóval csoda dolgok vannak, amiket egy ember csinált. Minecraftot tényleg egy ember csinálta? Tudom, hogy régen egyszerűbb volt, de... Szerintem akkor egy zseni volt. Konyhafőnök 2 lesz-e? Hát nem, most nem. Az a helyzet, hogy annyira kevés tévét nézek, hogy azt sem tudom, hogy mi van, de tudom, hogy nagyon sok ilyen konyhás műsor van még most is. Amit egyébként nem teljesen értek, mert én valahogy nem tartom ezeket izgalmasnak. De mindegy, de hogy ahhoz, hogy az ember tudja parodizálni ezeket, ahhoz legalább nézni kéne, és most nem vagyok képben. Hát ugye egyszer kiparodizáltuk, és előtte sem néztük szerintem nagyon. Igen, ebben is van valami. Na mindegy, nem lesz egyelőre. Igen, Notch, írja Scal, hogy Notchnak hívják a csávót, aki a Minecraftot fejlesztette. Nem tudom, mennyi ideig csinálta egyedül, vagy hogy melyik szintig, de sokáig, én úgy tudom. Stardew Valley-t is. Na, hát akkor úgy tűnik, majdnem mindent egy ember fejlesztett. Ez kemény dolog. Még most... Alex is ír, a Vidman saját kontrollert csinál hozzá. Így van. Közben nézem itt, mert egy csomó, nagyon sok ilyen szavazást szeretnék csinálni, ilyen közvéleménykutatásokat, de nem szeretném mindig Scarnak adni a munkát, hogy beírogassa. Úgyhogy most én is kipróbálom, hogy milyen ez. Mert arra vagyok kíváncsi, most itt a konyhafőnökről beszéltünk, hogy ti néztek még tévét? Ilyen igazi, konkrét tévéadást. Csinálok gyorsan egy új polt, és akkor légy szíves, válaszoljatok, mert kíváncsi vagyok, hogy igaz-e, hogy a tévé népszerűsége durván csökken. Aztán majd mondok is erre valamit. Na, igen, már írják is. A pillanat, mindjárt csinálok egy szavazást, és akkor nem kell írni. De nyugodtan írhatjátok egyébként, mert jó, írhatjátok is. Érdekes. Néha Discovery, csak sportot, nincs is tévéje, meccseket, csak focit, Kálmán, Netflix, HBO. Harmadik monitornak használja mondjuk KDD. Igen, szóval, hogy a hagyományos adást már kevesen nézik, de hogy pont ennek ellent mondjak, az van, hogy elég sok embertől hallom, hogy az Exatlont azt valamiért nézik. Úgy olyan emberek, akik nem tévéznek ugyanúgy, meg mit tudom én, így fiatalok, de hogy az Exatlon az valahogy nagyon megy. Nem tudom miért, én azt se tartom annyira izgalmasnak, tehát hogy nagyon-nagyon hasonlít minden adás.
De valamiért szeretik, biztos megvan az oka. Na, én is csak egy részt láttam belőle szerintem, de azt tudom, hogy az összes elvileg nagyon hasonlít. Viszont pont most hallottam, hogy de ez is lehet, hogy április első époim volt, de hogy elvileg valami botrány van, hogy kiderült, hogy az egész meg van játszva, és így előre tudják az eredményeket, meg hasonlók. Na tessék. Nem mentem nagyon mélyen bele. Ó, itt van, Böjte, Dave. Azt akartam mondani, ez olyan viccesen jött ki. Ez viccesen jött ki, mert nagyon... Éppen szídom az Exatlan teljes erőből. Nem szídjük, csak nem annyira ismerjük. Viszont te akkor tudnál mesélni róla, hogy most így persze nehéz rákérdezni, de neked így összességében milyen élmény volt az Exatlan? Sejtem, hogy ezt rengetegszer megkérdezték tőled. Igen, valószínűleg. Szóval, Dave, ugye te nyerted meg az előzőt? Igen, én úgy tudom. Az? Úgyhogy még egyszer gratulálunk, egyszer már írásban írtam, de így élőben is. Az komoly dolog. És köszönjük a kedves üzenetet, most végig tudtam olvasni. Közben a szavazás már elég... Ja igen, ez köszi tényleg. A szavazás eléggé előre haladott, és 64% nem néz tévét, ami egyébként nem annyira nagy arány. Tehát, hogy gondolom pont amiket írtatok, hogy a meccsek miatt, meg ezek szerint az Exatlon miatt, azért sokan még néznek. Ja, Levente írja, hogy Nagy Dani miatt nézték sokan, de szerintem amúgy is sokan nézték. De igen, biztos, hogy megpróbálják így bevonzani a fiatalabbak is, mert ugye a tévét már egyre idősebbek néztek, aztán valami trükkökkel be kell vonni a fiatalokat, és elég jól csinálták ezt, igen. Bizony, és meg is van az eredménye a dolognak, de ez várjunk csak. Ja, pont amikor megvan az eredménye, így eltűnt. Igen, eltűnik, de meg tudom. Szóval egy külön oldalon nyitja meg, ez nagyon furcsa, igen, de a lényeg az, hogy 64%-otok nem néz, de az emberek egyharmada még igen, itt Twitch-en ráadásul, úgyhogy összességében akkor még tényleg nagyon sokan néznek. Akkor is, hogyha csak néha egy-egy meccset. Igen. Na, Dave írja, igen, hogy ő nyerte a második évadot, az idei évad elég húzs. Húzós? Lehet. Ja, húzós. Nagyon hosszú és érdekes a game, feszített tempó van, megéltem a legmélyebb ponttól kezdve a legmagasabbig mindent, és ezért volt szép így ez az egész. Hosszú leírni, de nagyjából ennyi nekem. Igen, biztos egyébként, hogy így emberileg nagyon-nagyon érdekes lehet végigtolni egy ilyen hosszú adást. Tudom, hogy ilyen rengeteg hónapig kint vannak ott az emberek, úgyhogy brutális a dolog. Én egyébként, amit negatívumot mondtam a műsorral, az csak az, hogy nekem nagyon hasonlít minden adás. De lehet, hogy azért, mert nem néztem, lehet, hogy ott menet közben találnék benne valamit, amit szeretek. Hát ugye játékosként teljesen más. Játékosként elképesztően izgalmas az összes okay, játékosként, igen. De nézőként értem, amit mondtál, Norbi, még úgyis, hogy én nem néztem nagyon sokat, de nagyon, szóval hónapokon át megy minden nap, és hasonlóak a versenyek, de még egyszer tényleg gratulálunk, Dave, és köszönöm, hogy leírtad. Az egy nagy élmény lehet egyébként. Mint a való világ is egy ilyen életre szóló dolog lehet, amikor benne vagy. Ez is egy hasonló ilyen mentális kiképzés. Egyébként, szóval egyszer kipróbálnék egy ilyet, de azért annyira nem vagyok bátor, hogy ennyire hosszú időre kipróbálnék, de mondjuk egy hónapot talán max. Inkább lehet, hogy két hetet. De úgy meg nem érdekes persze, mert akkor így könnyebb kitartani. Hát igen. Na, Jocek kérdezi, hogy jelentkeznénk a VV-be? Hát én biztos, hogy nem. És még nem is csak azért, mert hogy a műsor eléggé le van nézve, hanem az a teljes bekamerázottság, én úgy gondolom, hogy én soha nem heverném azt ki. Tehát, hogy örökre azzal álmodnék, meg azzal gondolkoznék, de nem tudom, hogy ez így van, de lehet, hogy aztán meg lehet szokni azt is. Közben Dave írt egy hosszabbat, ezt gyorsan felolvasom, hogy az Exatlonról, hogy az adáson, ami lemegy, az részemről eléggé unalmas. Aki ott van és megéli, az elég király dolog. Az idei évadot én sem nagyon követem, már pont ezért, mert elég monoton és unalmas. Viszont élőben nagy élmény a bajnokok ellen futni, akkor a reality rész, minden kulissza, azok az izgalmasak. Ami a műsorba kerül, az számomra is unalmas. Nem ilyen érdekes. Igen, hogy mindenki arra lenne kíváncsi, ami nem kerül műsorba. Ott igen. Vannak az igazi dolgok. Ezek mindig a legérdekesebbek. És bocsánat, hogy ennyire rosszul olvastam fel, hogy össze-vissza mozgott a chat, nehéz volt követni. Csatakukat írja, Ninja Warrior-t, igen, Ninja Warrior-t nagyon kipróbálnám. Biztos vagyok benne, hogy nem menne túl jól, de úgy szívesen végigmennék többször rajta, hogy így bele tudnék-e jönni. Nagyon kíváncsi lennék. Hát ugye Nagy Dani ott is volt, és nagyon jó helyezést ért el. Nagy Dani így a bakancslistás élményeket pipálgatja. Igen. Igen, és most még a való világra visszatérve, hogy mi ugye szerepeltünk pár éve a Play It ház műsorban, ami egyáltalán nem olyan, mint a való világ, mert nem ott alvos meg hasonló, viszont egy 10 órás stream volt reggel 8-tól este 8-ig, vagy 10-től 10-ig, valami ilyesmi. Akkor 12 órás volt, na mindegy. Hát 10, de 4 napon keresztül. És este persze hazamehettünk,
és már az csak 4 napig tartott, és este otthon aludtunk mindig, de már ott voltak ilyen nagyon furcsa tünetek, hogy este felébredtem az ágyban, és így néztem, hogy a mikroport be van-e kapcsolva, meg hogy a mikrofon jó helyen van-e, meg hasonló dolgok. Úgyhogy tényleg egy mentálisan az nagyon nem egészséges szerintem, hogyha tudod, hogy megállás nélkül hallgatnak és néznek. Igen, és ráadásul ugye ez sokkal kevésbé volt szigorú még azon túl is, tehát csomószor kimehettünk, szóval bármikor kimehettünk igazából az adásból, ha mondjuk akartál telefonálni vagy valami, de a való világból ott nem lehet kimenni, nincsen egy pillanatot sem, sőt, be van kamerázva még a zuhanyzó is, szóval... Még a WC is. A WC is. Úgyhogy az igen, az kemény. Na, úgyhogy ez durva, az nagyon durva lehet. Na, visszatérve az eredeti kérdésre, biztos, hogy arra nem jelentkeznék. De egy ilyen exatlon, Survivor-féle cuccra még el tudnám képzelni valamennyire, de hát az se valószínű. Igen, viszont a Ninja Warrior-t meg biztosan én azonnal kipróbálnék, mert ugye ez csak pár perc igazából, de valószínűleg annyira béna lennék, hogy egyből beesnék a vízbe, de azért érdekes lenne. És Dave fel is iratkozott, nagyon-nagyon köszi, és köszi, amit írtam még itt a végén is, hogy bírod a munkánkat, nagyon-nagyon köszi. Köszi szépen, és köszi, hogy egy kicsit így a színfalak mögé bekukkanthattunk általad. Na Mário írja, hogy egyszer Zsozének bekapcsolva maradt a mikrofonja, amikor kiment WC-re. Na hát igen, ezektől retteg az ember, pont. De akkor vele ezek szerint megtörtént, erre nem is emlékeztem. Megtörtént, én félig emlékeztem. Zsozéval ott nagyon bulisztunk abban a Playit házban, az király volt. Szerintem őt nem zavarta. Igen, ő laza. Kicsit hallatszódott a csobogás, meg hasonló, de... Lehet, hogy még jót is tett a műsornek. Bence kérdezi, hogy az Arató Andrással tartjuk-e a kapcsolatot? Hide the Pain Herolda. Hát a kapcsolatot tartás az erős szó, de egy-két e-mail váltás volt. És nagyon-nagyon jó fej, ezt már szerintem elmondtuk a videóban is, de nagyon kedves ember, nagyon fiatalos ahhoz képest, hogy nem tudom, 70-valahány éves, vagy lehet 80 éves? Na mindegy. Szerintem annyi még nincs, de, mindegy, de elképesztően fiatalos. Igen. Tök jó fejünk gondolkozik meg fiatalosan, nagyon kedves is, és a Monolittal kapcsolatban írt nekünk e-mailt, amikor kiderült, hogy mit csináltuk, és hát talán azt elárulhatom, hogyha kikerül valahova a Monolit, amikor kicsit rendeződik itt a helyzet, akkor ő a megnyitóra, mert csinálunk egy ilyen kis hülyeség megnyitót, akkor eljön ő is. Azt mondta, hogy annyira... Szó szerint én sem tudtam. Na tessék, én sem tudtam, hogy írt nekünk e-mailt. És mit írt? Látjátok, mennyire belső infók vannak itt? Szóval még a Márknek sem mondtam, elgondoltam, itt majd élőbe kiderül. Ez kemény. Itt nekem is megéri nézni a streameket. Szóval azt nem tudtam, hogy írt, de jó fej tényleg. Beszéltünk róla, hogyha lenne valami megnyitó, akkor meg lehetne hívni, de ezek szerint ezt amiatt mondtad, mert én már reagáltam. Ne, ő maga ajánlotta fel, úgyhogy nagyon jó fej volt. Szensze írja, hogy 76 éves. Ja, meg Mintro is írja. 76 éves. Hihetetlenül fiatalos ahhoz képest, nagyon jó fej. Hát nagyon fiatalos, és szóval Hide the Pain Heroldnak köszönhetően kb. Az egész világot bejárta így az elmúlt években. Szóval annyira ügyesen csinálta ezt a dolgot, hogy mesélte, hogy Oroszországba is elutazhatott emiatt, Angliában volt, ilyen reklámokat is forgatott Hide the Pain Heroldként. Dél-Amerikában. És tényleg neki sikerült a mémséget így a való életben is ilyen elképesztő élmények kialakítania. Úgyhogy ügyes is, nagyon kedves is, és jó fejű, úgyhogy csak jókat tudunk mondani róla. Kálmán közben a lovaglásról kérdez tőled, Márk, mert én arra nem tudok válaszolni. Igen, nézem, hogy haladok a lovaglással, vagy összetudom-e hasonlítani az angollal, vagy rögtön Westernben kezdtem. Nem tudom összehasonlítani, én soha életemben nem lovagoltam, de most a pár héttel ezelőtt a Western stílussal elkezdtem, és heti egyszer járok, úgyhogy nem annyira intenzív a dolog. De az a helyzet, hogy egyre jobban megy. Szóval most már tudok egyedül ügetni, sétálgatni, és a vágta az még csak ilyen futószáron így körbe-körbe néha gyakorlom, de az ügetés az már megy, és élvezem nagyon. Így heti egyszer így tök jól kikapcsol, ott ilyen ranch hangulat van, ahova járok, és tök jó. Úgyhogy köszi a kérdést. És kedden ugye megyek a nagy lótáborba, úgyhogy ki tudja még, hogy milyen élmények lesznek, majd szerdán elmesélem. A híres lótábor. Tomi is írta, hogy a Playit házakat nagyon élvezte. Ja, hogy ott moderátor volt, tehát Tomi, hát ez szuper akkor. Mi is élveztük, de ez egyébként azért fárasztó volt. Tehát amit az előbb elmondtunk, egy erősen fárasztó a dolog. Sort Mátyás a sportközvetítésekről. Lehet, hogy lemaradtam valami kommentről.
Most nem tudom, melyikre gondolsz. Egy ilyen hosszabb, hogy nehéz közvetíteni sok sportot, öt sportot. Igen, egyébként nagyon sok sportot nehéz közvetíteni. Igazából a Márkkal már beszélgettünk erről, hogy néhány sport szerintünk csak azért sikeres, mert egyszerűen jól alkalmas közvetítésre. Tehát, hogy például a foci azért annyira népszerű, mert jól lehet közvetíteni, míg egy... jó, akkor mondod, hogy öttusát, azt lehet, hogy nehezebb. Vagy egy sífutást. Bizony. Baj a gamer kérdező, sportolunk-e valamit? És sportolhatnék többet, nem mondom, de próbálkozom. Csak a rendszeressége vannak problémáim. Nekem is vannak problémáim, és nem tudom, hogy sportnak számít-e, de a Nintendo Switch-re van a Ring Fit. Hát én sem tudom. Ring Fit lehet, igen, lehet, hogy nem sport, de azzal néha átszoktam mozgatni magamat, és nagyon-nagyon viccesnek tartom ezt a játékot. De sportolónak ezért nem hívom magamat, de mozgolódok. Legalábbis nem professzionális sportolónak. Igen, ezt, igen, igen. Azt én sem nevezném. És Norbert kérdezi, hogy a Samsung támogat-e minket, mi a tapasztalatunk a márkával kapcsolatban? Csupán kíváncsi. Igen, igen, támogat minket, és szóval most ugye ilyenkor furcsa, hogy támogat minket, úgyis ezt kéne mondanom, de hogy én nagyon szeretem a telefont, úgyhogy de nem... Na mindegy, szóval tényleg nagyon szeretem. Hát igen, így a hitelességet nehéz letesztelni, de én is őszintén tudom mondani, hogy a telefont is használom, az órát is, meg a Buds-ot is, és én is teljesen meg vagyok vele elégedve. Sőt, meg egy Samsung tablet is van itt előttem, de nem látjátok a képen, de szóval én a chatet azt ezen nézem, úgyhogy... De egyébként majd egy második monitor azért kell, de ez a tablet is szuper. Na! Simon Fipéti kérdezi, hogy és a Samsungosokat is szeretjük? A Samsungosokat szeretjük. Hát valakit igen, valakit nem. Így fogalmaznék, hogy ne bántsuk meg senkit. De hogy figyelt a Peti, és amikor kell... Na ez érdekes, szóval az előbb a Exatlonról beszéltünk, akkor Dave bejött, az a Samsungról beszélünk, bejött Simon Fipéti, úgyhogy így, ha valami témát előkerítünk, előkerül a... Nem, szóval Petinek, kapcsolódó ember. Peti úgy működik együtt a Samsunggal, hogyha bárki megemlíti, kap egy értesítést. És akkor meg kell jelennie és megvédeni a márkát. Nyugodj meg, Peti, mi is dicsértük, úgyhogy nincs itt dolgod. Na, de szia, Peti, amúgy jó, hogy itt vagy. Most már ezen a csatornán is találkozunk. Igen, lehetséges, hogy ilyen fel kell dobnunk különböző témákat, mert lehet, hogy a nézők közül valaki épp ért hozzá. Figyelj, eddig úgy tűnik, hogy te nyugodtan. Igen, Exatlon kipipálva, Samsung megy. Marcello szíri, hogy ennek kezdjétek a főnökömről beszélni. Hát igen, vigyázni kell, hogy kit említünk meg. Na, és a falmászás, Baja Gamer írja, a falmászás is nehéz közvetíteni. Láttam mostanában ilyen speed falmászás, vagy nem tudom, annak mi a neve. Szóval ilyen 3 másodperc alatt felmásznak 20 méterre az emberek, így rohannak fölfelé a falon. Teljesen embertelen. Ezt jó lenne most megmutatni. Azt meg tudom mutatni ilyenkor? Meg tudod. Sőt, átrakom akkor a te monitorodat. Na, és várjál, nem, először még ne rakd át, mert akkor megkeresem. Jó. Mert utána pedig elfutok mosdóba, de a technológia annyira ki van dolgozva, hogy észre sem fogjátok venni. Elképesztő. Csak az, hogy Norbi pörgeti majd itt a show-t. Falmászás angolul, hogy van? Wall climbing, nem tudom. Szerintem nem. Akkor a chatet kérdezem, a falmászásnak a hivatalos neve. De ezt tudnom kéne amúgy, de... Kellemetlen. Vagy írt be valami stucky szót. Akár be is írhatnám. Így várjuk a csetet, hogy valami történjen. Figyelj. Climbingot ír mindenki. Valami a spanyolra fordítja nekem, és akkor ezzel nem vagyok annyival előrébb. Jó, egyébként most már jött 6 darab climbing a cseten, úgyhogy köszi. Nagyon-nagyon simán. Köszi. Harry fiú. Milyen név Harry fiú? B. Robert, Joti Benny, Rianon. Hangardian, köszönjük. Élőlény 1-2-3. Igen, az olyan jók ezek a Twitch nevek, mindenki próbálkozik valami izgalmasat írni. Na, szerintem mindjárt ott vagyok, de még ne kapcsold át, mert... Na mindegy. Már elszoktam a YouTube-on a reklámoktól, mert van prémiumom. Hát ez a 2011-es videó, várjálni egy újabb kéne, mert a minőség annyira gyatra. Átrakhatom most már rád? Még ne. Közben Baja Gamer írja, hogy ő, csak nehogy rosszul ejtsem, hogy bulderezik, vagy balderezik, vagy ezt hogy mondják? Azt hiszem bulderezésnek mondják, és az, igen, az is szuper. Igen, szuper írja, hogy ő bulderezik, ami azt jelenti, hogy nem vagy bekötve, viszont nem is mászol magasra. Igen, az is nagyon jó. Eleinte nem tartottam annyira érdekesnek, mint a falmászás, de aztán egyébként rájöttem, hogyha szóval az is nagyon érdekes tud lenni. Na, tedd át a monitort akkor, megnézzük. Már megy is át, nézzétek ezt. Ú, de működik.
Na, akkor én elfutok mosdóba, addig nézzétek meg ezt a ez milyen fajta típusú lesz? Mi ennek a neve hivatalosan? Azt hiszem speed climbing, nem tudom. Azt hiszem, hogy egyébként most az olimpián lesz ugye falmászás, és hogy háromféle verzió is lesz, hát ez a speed verzió, de majd meglátjátok. Na, de szuper, a többi is... mindjárt jövök, addig nézzétek. Nyugodtan, majd ezt... Jó. Közben a Boulderdash-t látom, hogy Robert írta, de hát az egy nagyon-nagyon régi játék, azt hiszem, és nagyon szuper volt. Na, minden, most ezt elindítom, én nem láttam még ezt a videót, úgyhogy nem tudom, milyen lesz, de a lényeg, hogy odaállnak a falhoz, és akkor visszaszámolnak, hogy valami, és mindjárt elkezdenek felfelé mászni, de gyors lesz, erre készüljetek. Na, és na, hát már mennek. Olyan, mintha vízszintesen mennének, és ugye látjátok, hogy van rajtuk egy ilyen kötél, de az nem segíti őket felfelé, szóval az csak a leesés esetén akadna be. Úgyhogy ilyen sebességgel mennek fölfelé. Ez hihetetlen, de na, most még egyszer benyomom, mert miért ne? Azt hiszem ez valami, még nem is világrekord, de mindegy, 5,6 másodperc alatt mennek fel. Na most még egyszer ugyanezt megnézhetitek. És hihetetlen, szóval olyan érzés, mintha a gravitáció nem hatna rájuk. Az nem is bírta megérinteni a jobboldali csávól. Gondolom ezt kellett volna ezt a fekete ízét megérinteni, de ez nem jött össze. Na, úgyhogy, hát nagyon izgalmas. Közben most tudok visszanézni a chatre. Igen, Huba kérdezi, hogy kópgémek. Igen, abszolút lesznek kópgémek, csak most elbeszélgettük az időt ma, de lesz itt minden. És Bence XL feliratkozott. Nagyon-nagyon köszi a feliratkozást. Nagyon örülünk, hogy már így első nap ennyien így döntöttetek. Oké, közben olvasgatok. Na mindegy, igen, szóval olyan fantasztikus az egész. Na, közben itt egy kicsit bénáztam. És akkor van egy másik fajta falmászás is, ami nem a sebességre megy. Most ezt elindítom, de szinte ezt se tudom. Na igen, még egy kis Milka reklámot itt benyomok. Közben vissza is tértem. És még egy perszil is. Amúgy van YouTube Premiumom, úgyhogy én már elszoktam a YouTube reklámoktól, de most egy másik böngészőben vagyok, mert így stream közben azért jobb így. Szóval nézzétek ezeket, bár a minőség elég rossz, de szóval, hogy itt meg a nehézség valami döbbenetes. Ez a boulder? Nem, ez... lehet, hogy az. Igen, lehet, hogy ez az. Igen, hard boulder problems. Szóval, hogy van egy ilyen verziója is, azt hiszem, az olimpiai versenynek, de ezt már lehet, hogy valaki jobban le tudja írni. Most mondjuk ez a szegény csávó, hogy nem tudom, mit szenved már, rossz nézni. Közben egyébként mondom, hogy Bence XL is feliratkozott ide a Twitch csatornánkra, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Igen, én már mondtam. Jöttem, láttad? De teljesen napra kész vagyok. Bence direkt úgy időzítette, hogy épp mosdóban legyek, hogy ne lássam, de nem lehet megúszni. Na, mindegy, ez a csávó most egyébként így lehet... itt ilyen őrületes nehéz pályákon kell átmenni, tehát teljesen elképesztő dolgok. Most itt nem is tudom, mit csinál ez az ember. Ez az Hunkó Hanna írja, hogy mintha magamat látnám tessén, amikor mászni kell. Hát tényleg szegény csávó. Biztos nagyon profi, de most a küzdelem érződik főleg. Szóval... És láttam már élőben is, hát nem ennyire profikat, mint mondjuk ők, de hogy olyan dolgokon felmásznak, amire te nem bírod elképzelni, hogy fel lehet mászni. Úgyhogy hihetetlen. Na nézzük, ez kimászott. Na. Már fönn is van. Hát igen, dél-koreaiak máshogy csinálják, hát ők mindent jobban csinálnak, mint mi. Bizony. Igen, szóval az előbb a csávó szenvedett egy fél órát, ő már fönt van. Na, minden egyébként nem akartam falmászó videókat mutatni ennyire, úgyhogy visszakapcsolhatunk, csak itt most belelendültünk. Nem, tök jó volt. És ez szerint működik ez a technológia, de visszakapcsoltam most chat chattingre, de hogy tudom mutatni mindent, ez király. Mi, tényleg mi is így tapasztaljuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Lehet, hogy ilyen sportkibeszélő adásokat is tarthatnánk. Abszolút, annyira értünk a sporthoz, hogy ez abszolút alkalmas. Pontosan. A koreai bármire képes, ilyen Marci, igen. És igen, úgy mindenben. Látod, a multiplayer játékban megjelenik egy koreai név, akkor már lehet, hogy abba ki is lépsz. Hát azt még régebben Mario Kartoztam sokat. Szóval Mario Kart az olyan szinten dél-koreai uralom alatt van, meg egyébként a legtöbb játék alapból, hogy azért ilyen nevetségesek a toplisták, hogy egy betűt sem ismersz, mert koreaiul van írva. És néha nagyon ritkán egy német valahogy bekeveredik, de az valami hiba miatt biztos.